Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Nagyon kellemes szép délutánt kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. Így van, kezdődik a beszóló. Hadobás Bernadett szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket, Lampi Ágnes vagyok. A mai adás igazán különlegesnek ígérkezik. Abból a szempontból mindenképpen, hogy két olyan közéleti személy a meghívott, akik így együtt ebben a formában még nem szerepeltek, nem vitatkoztak, nem beszéltek közéleti politikai történésekről, eseményekről. Itt van G. Fodor Gábor, a 21. század intézet stratégiai igazgatója, és Vona Gábor, a második reformkor alapítvány alapítója. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttek és elfogadták a meghívást. És annyit elárulhatok talán a hallgatóknak, hogy itt adás előtt azért mi már elkezdtünk beszélgetni, és Önök is felhozták azt, hogy még nem találkoztak ezelőtt. Ebben a formában semmiképpen. Milyen volt ez az első találkozás, milyen volt az első benyomás, Gábor? Melyik Gábor? Kezdje volna. Én kérek elnézést, igen. Jó, tehát én megmondom őszintén, nagyon régen vártam már ezt a pillanatot, mert azt hiszem, hogy a velem szemben ülő úr az egy komoly kihívás, akármi is lesz ennek a beszélgetésnek a vége. Úgyhogy nagyon örülök is, és köszönöm neki, hogy itt van. Kihívás lesz? Nem jártam diplomata képzőbe, de ilyen illik válaszolni. Én meg tanulni jöttem ide, mert mégis egy olyan emberrel ülhetek itt, akinek, hogy mondjam, gyakorlati politikában komoly tapasztalatai voltak. Én azt tapasztaltam eddig legalábbis, hogy mindenki, aki belemártotta magát a politikába, annak megváltozott a látása, és hát élesebb kijelentéseket tud tenni, közelebb állnak a kijelentései a valósághoz, mint az elmélet embereinek, úgyhogy én figyelni fogom, hogy ő mit mond, és majd persze rekontrázok, és reméljük én fogok nyerni, ha az lenne a cél, hogy vereség-győzelem dihotómiába értékeljük ezt a dolgot. De nekem is kellemes meglepetés volt ez a történet, ez egy másik világ. Vona Gábor most nem politikai szereplő, és ütköztethetjük a gondolatainkat. Közéleti szereplőnek mindenképp az, azt gondolom. De a közéleti szereplők között nem kell háborús állapotnak lenni. Tehát az, hogy egy asztalnál ülünk, az már az eleganciának, meg a, nem tudom, a kultúrának egy olyan szintjét képviselő, hogy bármit mond Gábor, azt én meg fogom hallgatni, és feltehetőleg ez viszont is így lesz. Ez már szinte a polgári Magyarország. Atya Isten, ha én ezt tudom, akkor így készülök. De haladunk, ötét tart a műsor. Ki tudja, hova érkezünk még, igen. Na, váljunk is akkor gyorsan bele, és hát nyilván politika meg közélet, a kampány kellős közepén vagyunk, és hát én éppen meséltem G. Fodor Gábornak itt az adás előtt, hogy készültem belőle is, meg hát Vona Gáborból is természetesen, és volt nem olyan régen egy interjú G. Fodor Gáborral, a Telex interjúról beszélek, és ott természetesen az volt az egyik fő kérdés, hogy vajon a Fidesz folytatja, nem folytatja, ha igen, akkor miért, és ha nem, akkor miért nem. És én úgy olvastam ki ezekből a mondatokból, hogy nem volt teljesen egyértelmű az, ahogy ön látja most a Fidesznek a helyzetét, tehát hogy egyáltalán mekkora az esélye arra, hogy mondjuk tovább vigye ezt a történetet, tehát hogy magyarán megjel a 2022-es választás, és azt mondta ebben az interjúban, hogy például a kétharmad annak a szimbólumává vált, hogy van egy félelmetesen magabiztos jobboldali többség, amit nem lehet megszorítani, és kormányról is szállítja a kétharmadot, de az egyébként az élettel szembeni feltevés, hogy mindig kétharmad lesz, ilyen a mesében sincs, ha lesz, tök jó, én örülni fogok, de a 2022-es választások tétje inkább az, hogy folytatja a Fidesz. Ezt persze nyilván az ember vagy folytatja, vagy nem, oké, de inkább engem maga ez a mondat lepett meg, hogy egyáltalán ez felvetődik, hogy folytatja a Fidesz. Szerintem ez egy magától értetődő mondat, ez egy józan mondat, hát politikai versenyről beszélünk, a Fidesz győzhet, veszíthet is. Na jó, csak ilyen mondatok nem merültek fel, mondjuk 2014-ben, 2018-ban. Nem tudom, szerintem 14-18-ban is azt mondtam, hogy politikai versenyről van szó, tehát minden résztvevőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a választók többségét maga mögé állítsa. Hát ez nincs megírva semmilyen könyvből, hogy a Fidesz fog nyerni, erőfeszítés nélkül végképp nem, tehát minden nap dolgozni kell a sikerért. Az, hogy kétharmad lesz, most én tényleg egy életszerűtlen feltevésnek tartom, hogy mindig kétharmaddal lehet nyerni. Akkor mondok egy olyan mondatot is, ami hát ha
mélyebbre fúr, hogy szerintem a hatalom az egy utazás, és hogy ez egy nagyon komoly utazás, amit a Fidesz eddig csinált 2010 óta, nem győzhet mindig, és már az egy elképesztő politikai teljesítmény, független attól, hogy ki szurkol a Fidesznek, ki nem, hogy valaki kétszer kormányról tud ismételni. Mert az embereknek igazából az a természete, hogy a kormányon lévőket szeretik elutálni. És aki jön ellenfél, az mindig tud valami egyébként tét nélkül valami friss ajánlattal előállni, és erre fogékonyak szoktak lenni az emberek is. Ha ebből a szempontból nézzük, tehát független attól, hogy ki szurkol a Fidesznek, ki nem, szerintem egy elképesztő politikai teljesítmény a háromszor kétharmad, vagy az első után még kétszer ezt megismételni. És ha negyedszer is győznek egy versengő demokráciába, hát szerintem akkor nem lehet elvitatni, hogy valamiféle politikai tudás, politikai teljesítmény áll azok között, akik győznek. Egyébként, ha már ezt említett, csak egy kérdés még ehhez, hogy ugye a parlamentben a minap beszélt Orbán Viktor a gazdaság helyzetéről is. Ugye azt említette az előbb, hogy érdemes mindig új ajánlattal előállni. Orbán Viktor most, ha nézzük ezt az ajánlatot, amit a választóknak adott, ugye azt mondta, hogy rengeteg pénz lesz, rengeteg pénz áll a házhoz. Itt azt mondta, hogy nagyjából 1,9 millió ember kap 600 milliárd forintot. Na most az, hogy ezt nagyjából a választások előtt fogják megkapni az emberek, ez mennyiben új üzenet, vagy mennyire egy nagyon-nagyon klasszikus, bejáratos stratégia, hogy oké, választások előtt néhány hónappal kiosztok jó sok pénzt, és akkor lehet számítani a győzelemre. Hát megpróbálok állításokat tenni, hogy beszélgessünk is a dologról. Persze. Mert tehát én azt gondolom egyébként, hogy pénzzel, tehát osztogatással nem lehet nyerni választást önmagában. Tehát még egy posztszocialista Magyarországon sem, még akkor sem, hogyha a baloldal erre többször próbált kísérletet tenni, mert én a politikát egy összetettebb folyamatnak fogom fel. Természetesen a mi embereinknek, a mi társadalmi támogatottságot biztosító társadalmi csoportjainknak kell előnyöket biztosítani. Minden politikai erő ebből indulna ki. De ez nem elég a választási győzelemhez. Szerintem van egy fontosabb kérdés, amit csúnyán én úgy fogalmazok meg, hogy ki tudja meghatározni a történelmi kontextust. Mi az a történelmi kontextus, és kinek van arra ajánlata, hogy amit mond, azt elfogadják az emberek. Ha csak visszamegyünk egyel 18-ba, bár 15-ig lehetne visszavezetni a folyamatot, a Fidesz azt mondta, hogy az a történelmi kontextus, hogy migráció. És a migráció az azt jelenti, hogy egy csomó mindent el tudunk belőle magyarázni, a biztonságot, a félelmet, Brüsszel-Budapest konfliktusát, és így tovább. És szerintem tehát önmagában materiális javakkal nem lehet választást nyerni. Anélkül sem, tehát ha a gazdaság nem megy felfelé, nincsen pozitív konjunktúra, akkor bárki bármit állíthat a történelmi kontextusról, nem biztos, hogy győztesen fog kikerülni, de nem tudja uralni az események értelmezését, tehát hogy mi az a korszak, amiben élünk, és erre ő mit kínál, jelen esetben, mint kormányzó párt, akkor szerintem esélye nincs arra, hogy neki fusson a győzelem reményének. Hogy látod, uralja a kormánypárt most ezt a kontextust? Ugye ez egy valóban egy kérdés, mert ha csak a receptet nézzük, azt, hogy jó sok pénzt bedobok természetesen, azért ez visszatérő. Csak hogy mondjak egy példát, hogyha lehet egy mondatot persze mondani, hogy most konkrétan nem emlékszem, de Olaszországban, amikor kitört a vulkán, a kormány felépítette az áldozatoknak a házait. Következő évben elküldték. Tehát önmagában azzal, hogy adunk az embereknek, ezzel nem lehet politikai tőkét kovácsolni. Hú, annyi minden hangzott el, hogy nem is tudom, hogy mindegyikre majd tudok-e reagálni, vagy mindegyik gondolatomat fel tudom-e idézni, de akkor kezdjük azzal, hogy elegendő-e osztogatni egy választási győzelem, mert szerintem sem elég. Tehát nyilván ez egy inkább egy ilyen kötelező kör, ami kommunikációs paneleket is kínál a választásban. Azt lehet mondani, hogy bezzeg, mi ezt csináltuk, míg az előző meg azt csinálta, de én is úgy gondolom, hogy nem ez a valódi tétje a választásnak. Hát Gábor itt eléggé tágra szabta a keretet azzal, amikor arról beszélt, hogy ki tud történeti narratívát, vagy történelmi narratívát adni annak a politikai folyamatnak, ami zajlik, és az tény, hogy ebben a Fidesz a legjobb volt az elmúlt időszakban, és jelen pillanatban is a legjobbnak tűnik.
Ugye sokáig a polgári Magyarország felépítése volt, most pedig a migráció vette át ennek a helyét. De én úgy látom, hogy közben azért, és akkor ez megint egy reagálás az előbb elmondottakra, én nem látom már a versengő demokráciát annyira Magyarországon. Tehát én nem látom azt, hogy a feltételek, a lehetőségek, a mozgástér egyelő lenne, azért a NER annyira szűkre szabta szerintem az ellenzéknek a mozgásterét, ami egyrésztről elvezetett valahol az összefogáshoz, amiben azért nagyon sok antagonisztikus ellentét van most a szőnyeg alá söpörve. Másrészt pedig elvezet olyan abszurd ötletek felvetéséhez is, mint ami a feles többséggel való alkotmányozás kérdése is. Én itt egyszerre haragszom mindenkire, haragszom a kormánypártra azért, hogy ilyen helyzetet teremtett, hogy az ellenzékben egyébként már azért, hogy az összefogásra kényszerítette az ellenzéki pártokat ebből a szempontból? Arra is, de leginkább most már arra, amitől én nagyon tartok, hogy 2022 után mondjuk egy szűken vett ellenzéki győzelem esetén itt nagyon komoly alkotmányjogászok szaktekintélyek által legitimált alkotmányos puccs készülődhet, és ez azt gondolom, hogy ismerve a Fidesznek a reakcióképességét, ez azért komoly, akár nem akarom az ördögöt a falra festeni, de polgárháborús veszélyt is okozhat. Tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy ez egy komoly veszély. És ez pontosan azért van, mert nincs versengő demokrácia. Tehát én azért nem is olyan régen még az ellenzék politikai, aktív politikai szereplője voltam, és magam bőrén éreztem ezt a beszorítottságot, ami megszüli ezeket a gondolatokat, és megszüli szerintem ezeket az elképzeléseket, amiben az a legriasztóbb, hogy akik ezzel előállnak, úgy tűnik, hogy komolyan is gondolják. Tehát ezek először azt mertem remélni, hogy ezek az előválasztásnak szóló ilyen kezdeti, harsányabb üzenetek, amik aztán majd finomabbá válnak, és a végén úgy eltűnnek, de nem, egyelőre nem ezt tapasztalom, bár még nem tartunk ott. Szóval szerintem a narratíva tekintetében a Fidesz továbbra is a legerősebb, hogy visszatérjek erre a témára, de ezzel együtt, és pontosan azok miatt, amiről most itt beszéltem, az ellenzéknek ad egy lehetőséget arra, hogy a demokrácia megmentésének narratíváját fölépítse. Ez a kettő fog szerintem versenyezni, hogy egy európai demokrata Magyarország megvédése Orbán Viktortól, aki kivezetni az Európai Unióból Magyarországot, míg a kormányon pedig Orbán Viktor, aki egyedül a gáton álló legény, az ostromlott erőd várkapitánya, aki megvédi a migrációtól és egyéb nemzetközi támadásoktól Magyarországot. Ezt a két narratívát halljuk, és az a kérdés, hogy melyik lesz a hitelesebb a választópolgárok számára. Megint sok téma van, de akkor igyekszem úgy csinálni ezt a játékot, hogy most akkor Gábor adott egy labdát, mert erre veszem, és akkor bevágom a kapuba. Tehát, hogy ott állok a kapu előtt, kesztyűvel, kapus kesztyűvel. Hogy itt ugye az ellenzéki előválasztás, igen, amit én nem előválasztásnak hívnék, hanem kampánynak. Van jelentősége a megválasztott szavaknak, azért kampány, mert a kormány van cselekvőképes helyzetben, neki van mondani valója a választópolgárok számára, az ellenzék pedig magával foglalkozik, és kitalált egy pótlékot, hogy hogyan tudná felvinni magát a színpadra. Ennek a kerete az előválasztásos játék. De abban azért egyetérthetünk, nem, hogy azért az ellenzéknek nagyon volt más lehetősége, vagy ugye az a helyzet, amit ugye Orbán Viktor teremtett, centrális erőtől, stb. Ezzel a történettel, nem nagyon tudott más irányba menni. Ugye próbálkozás volt 14-ben, 18-ban, nem hozott túl sok sikert. Itt van egy vitám akkor veletek, ha be lehet így vonni a játékba a műsorvezetőt is, hogy én azt gondolom, hogy a játékszabályok, azok mindenkit kötnek. Tehát a Gábor arra hivatkozott, hogy kételjei vannak azzal a kapcsolatban, hogy ez még politikai versenye. Én azt gondolom, hogy a játékszabályok kijelölik a pályát, és aki kijelölte, az is a pályán van, nem a pályán kívül. És ez hogy ez azért fontos a következményeket tekintve az alkotmányos puccsal kapcsolatban, hogy mindaz, amit eddig a Fidesz csinált, a játékszabályok rögzítése is, az alkotmányos kereteken belül történt. Tehát a Fidesz is az alkotmányos kereteken belül játszik. Csak azt arra akarok reagálni, hogy a játékszabály mindenkit köt, azért nem mindegy, hogy mennyiben köti azt a játékszabály, aki a játékszabályokat alkotta, és mennyiben azt, aki elszenvedi. Mert itt ebben van a különbség, hogy az alaptörvény kapcsán nem az ellenzék nem érezte azt, hogy ő ebbe bármilyen módon be lett volna vonva. Nyilván el is hangzik ez az egypárti alaptörvény kitétel, ami szerintem jogilag értelmezhetetlen egyébként, tehát hogy nem ez a lényeges. És az persze, abban teljesen igazad van, hogy jogszerűen, alkotmányszerűen történt az alaptörvénynek az elfogadása, a módosításai is, de mégis valamiért
azt érzi ma a jelen pillanatban az ellenzéki pártok egésze, hogy ezzel ellen akár feles többséggel is föl kell lépni, és ugye azt mondják az ideológusai az ellenzéknek, hogy itt lényegében már nem is kormányváltásra, hanem rendszerváltásra van szükség. És szerintem amit érdemes a ti oldalatoknak, Gábor, elgondolni, hogy mi abban a felelősségetek, hogy egy ilyen helyzetet teremtettetek, mert nem lehet azt mondani csupán szerintem, az nagyon leegyszerűsítése lenne a problémának, hogy itt kizárólag az ellenzéknek a megveszekedettsége, meg hatalommániájáról van szó. Szerintem itt egyszerűen arról van szó, hogy ez egy reakció arra, ami az elmúlt 11 néhány évben történt. Holnap reggel 5-ig lehet beszélni. Simán, simán. Ma délután 5-ig tart a műsor, tehát hogy sárkány van nálam, nem félek használni, tehát kétharmad van nálam, ez nem isteni adomány, nem a sors véletlenjei folytán került elő, hanem társadalmi felhatalmazás által háromszor, és a kétharmad ad plusz jogosítványokat. Ilyen volt az alaptörvény megteremtésének a lehetősége, sőt, ha miniszterelnököt hallgatjuk, akkor ez nem csak lehetőség volt, hanem kötelesség is, amivel élni kellett. Ugye ez nem lehetséges, hogy az Európai Unióban lévő állam még mindig egy posztkommunista alaptörvény vagy alkotmány kereteiből gondolkodja. Én nem értek egyet azzal, hogy ez egy ilyen áldozati kultúrára hasonlít, amit mondasz, hogy hát most jól gondoljátok meg, Gábor, amit csináltatok, az a ti problémátok, mert belekényszerítettétek az ellenzéket egy ilyen típusú érvelésbe, logikába, harcba, stb. Én ezzel nem értek egyet. Én azt gondolom, például, hogy a kimondott szavaknak súlya van, és hogy amit most én az ellenzéki előválasztáson az egyes jelöltektől hallok, az dermesztő és riasztó. Hogy azok a politikai erők, amelyek egyébként a jogállamiság nevében lépnek fel, meg a demokrácia megmentőjeként, ahogy te mondod, semmiféle morális gátjuk nincsen arra vonatkozóan, hogy hogyan állítanák helyre szerintük a normál állapotokat Magyarországon. Én ezt egyébként csak két dologgal tudom magyarázni. Egyre te is kitértél, hogy azt mondtad, hogy abban nem inkedtél, hogy ez az előválasztásnak a logikája. Tehát most túl licitálnak, mert nyilván az elkötelezett választókat oda kell vinni. Van egy másik megoldás is, és ez a verseny a játékszabályokhoz kapcsolódik. Mi van akkor, hogyha ezeket azért mondják, mert úgy gondolják, hogy remélhető nemzetközi beavatkozás, nemzetközi gazdasági politikai erők támogatását bírják. Mert egyébként a jobboldali populista kormány Európában az elmúlt 11 évben már egyébként is kihúzta a gyufát, sokaknak van elege Orbánból és a Fideszből, és remélhető egy olyan nemzetközi beavatkozás, amely szentesíteni fogja azokat a horror lépéseket is, hogy nem jogállami eszközökkel állítják helyre azt az állapotot, amiben gondolkodnak. Csak egy példát mondok, hogy a Karácsony Gergely mielőtt elindította volna a kampányát, egy angol üzleti lapban jelentette be tulajdonképpen az indulását. Most Soros lapjában publikál, ide jönnek tévécsatornák, és leteszik a székhelyüket, hogy objektíven tájékoztassák a magyar választópolgárokat, és a sort te is tudnád folytatni, hogyha politikus lennél. Tehát én azt gondolom, hogy ami aggasztó, hogy hogy ki lesz a főnök 2022 áprilisában, nem biztos, hogy csak azon múlik, hogy a magyar választópolgárok mit akarnak. Két dologra mindenképpen szeretnék reagálni. Az egyik az, hogy persze, a kétharmad felhatalmazást adott arra, hogy az alaptörvény megszülessen, arra is felhatalmazást adott utána a jövő többszöri kétharmad, hogy ezen módosításokat hajtson végre a kormány. De létezik-e olyan fogalom szerinted, hogy mondjuk államférfiú önmérséklet, és mondjuk demokratikus érzet, aki azt mondja, hogy valóban azt a fajta versenyszabadságot, azt a fajta politikai versenyt, ami szerintem egészséges és jó tesz egy társadalomnak, azt megőrzöm, még akkor is, hogyha lehetőségem van ezt korlátozni. És szerintem ez nem volt meg. Szerintem Orbán Viktornak sokkal fontosabb volt a hatalmának a bebetonozása, sokkal fontosabb volt a körülbástyázás, annak a fölépítés rendszernek, amelyet fölépített, mint az, hogy hosszú távra gondolva biztosítson egy ilyen verseny lehetőséget. Ez az egyik. A másik, az pedig a nemzetközi helyzet. Ugye itt rendszeresen érveltek azzal, hogy Karácsony Gergely meg az ellenzék oldalán ilyen és olyan módon beavatkozik a nemzetközi világnak legalábbis egy része. És egyébként hozzáteszem, hogy ebben van is igazság. Tehát, hogy én nem dugnám a fejemet a homokba, és nem mondanám azt, hogy akár az amerikai közéletnek, akár az Európai Uniós közéletnek egy része ne támogatná az ellenzéket. De ez az Orbán kormányra is igaz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mi egy olyan geopolitikai törésvonalon élünk, ahol
mindig volt és mindig lesz nemzetközi beavatkozás a politikai folyamatainkba, és az Orbán kormány is nem csak elszenvedője ezeknek, hanem sok esetben haszonélvezője. Tehát szerintem például a Soros kampány, amit többször is céloztál most Soros Györgyre, most már nem tudom hány éve folyik a Soros kampány, de hát azt szerintem nem Orbán Viktor a kis ujjából pattant ki, hanem ez egy nemzetközi franchise volt, amire szerintem, hogyha nem lett volna nemzetközi engedély Orbán Viktor számára, hogy ezt a kampányt megcsinálja, akkor azt nem is csinálhatta volna meg, mert akkor az egy vegytiszta antiszemita kampánynak lehetett volna beállítani. Az, hogy ez mégsem így történt, azt lényegében mondjuk az izraeli miniszterelnök legitimálta Orbán Viktor számára, aki ugye személyes háborút folytat Soros Györggyel. Tehát, hogy itt valójában amit ebből az egészből ki szeretnék hozni, hogy vannak nemzetközi törésvonalak. Orbán Viktor fölismerte azt, hogy az ő politikájának a támogatására, mely nemzetközi szereplők, államok, érdekcsoportok használhatóak föl támogatólag. Ezekkel kapcsolatban szerintem van nagyon sok megkérdőjelezhetetlen alkulépés, akár a Fudan Egyetem, akár a Belgrád Vasút, akár sok más dolog, aminek a hátterét nem is igazából látjuk. Tehát ilyen erről a talapzatról szerintem nagyon hogy mondjam, tehát van valami fajta képmutatás abban, amikor számon kérjük az ellenzéknek azt, hogy melyik labban nyilatkozik, vagy melyik labban írnak róla. Kell egy nagyon-nagyon pici szünetet tartanunk. Most szerintem nagyon-nagyon sok kérdés felvetődött, és mindenképpen szeretném folytatni ezzel a bizonyos Soros kampány, nem kampány történettel. Már csak azért is, mert Géfodor Gábor azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy Soros középpontba állítása nem gyűlölet, hanem demokrácia kampány volt, és innen is egy interjúból idéztem. Szóval van mit megbeszélnünk. Úgyhogy egy pár perc türelem, és már is jövünk vissza. Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Így van, köszöntöm Önöket, újra már is folytatjuk a beszólót, és bátorítom Önöket, hogy ha van véleményük, észrevételük, gondolatuk az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor hívjanak 0630 116 38 44. A két vendég ma, Vona Gábor és Géfodor Gábor. Nagyon-nagyon sok minden tervünk van még, hogy miről fogunk beszélgetni az adásban, de előtte van egy betelefonálunk, József van itt velünk. Jó napot kívánok, parancsoljon! Igen, kezdjük sokan a kedves Ágnes. Üdvözlöm a kedves beszélgetésben résztvevőket. A legnagyobb tisztelt hangát szeretném megkérdezni, hogy többször elhangzott mindkettőktől ez a bizonyos forradalom, vagy fegyveres harc, vagy felkelésszerű, hogy ki tegyeget ma ezzel kit, és ki használja ezt rendszeresen, és hogy ez járható útra nem, pedig egy alkotmányos demokráciában, ha élünk, ott választások vannak. Na most, ha valamelyik fél veszít, a másik nyer, rendben. Mi lesz utána a forradalom? Ki fenyeget a forradalommal, ki milyen forradalmat akar, milyen eszközökkel akarja ezt csinálni, megvan a muníciója, és bele akar kezdeni. Nagyon veszélyes dolog a forradalommal játékgondolkodás, tudik, nem megoldás semmire. Vér folyik, emberek mennek tönkre, leégnek ingatlanok. Nem jó, nem szabad, nem kell, arra kell törekedni, hogy ezt a fogalomzavaros megállapítást, mi szerint meg lehetne csinálni egy forradalmat, vagy bármit, nem lehet. Hát ha a helyén van a belügyminiszter, ha a rendvédelmi erők kontrollra tartják az országot, akkor senki nem tud zendülést szítani, meg lázadás, meg forradalmat. Hogyha ezt kifejtene a Vona úr is, kifejteni meg a Géfodor úr is, hogy gondolják ők ezt, hogy ki tehetné ezt, és milyen meggondolásból. Ezt a kicsit körülbelül. Rögtön át is adom a szót akkor Vona Gábornak. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is, hogy hívott. Viszont hallásra, minden jót. Köszönöm, kezdjük sokan. Köszönöm szépen a felvetést. Lehet, hogy egy picit akkor félre ment itt az üzenet, mert hogy én nem arról beszéltem, hogy forradalomra volna szükség, pláne nem fegyveres összetűzésekre, hanem arra hívtam fel a figyelmet, amit szerintem az ellenzék részéről azok, akik feles többségű alkotmányozásról beszélnek, elfelejtenek elmondani, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Tehát erre a veszélyre szeretném felhívni a figyelmet, tehát hogy aki úgymond tesz egy ilyen ajánlatot a saját választóinak, miközben érteni vélem nyilván az alkotmányos beszorítottságból fakadóan ezeket az indulatokat, de akkor mondja el azt is, hogy ennek milyen hatása lehet. Mert egyébként abszurd jogi értelemben is, hogy feles többséggel alkotmányozunk. Másrésztről ugye azok a hivatkozások, talán Lengyel Lászlótól hallottam, hogy 89-ről beszélt, hogy hát akkor is hát nem volt már legitimitása a pártállamnak, nem volt még legitimitása az ellenzéknek, ők leültek, és hát akkor egy új alkotmányt hoztak létre, és ott sem volt legitimitás. Ez nagyon szép és nagyon jó, csak hát itt nem ez az hasonló
hasonlat nem áll meg. Tehát, hogyha az Orbán kormány veszítene 2022-ben, attól még nem egy bukott pártállam. Ellenzéki szerepre kényszerül, de nem egy bukott pártállam, aki valószínűleg nem akar majd tárgyalóasztalhoz ülni egy új alaptörvény meghozásáról az akkori kormánnyal, a mostani ellenzékkel. És hogyha mondjuk 2006-ot fölidézzük, 2006-ban az Öszödi beszéd képes volt lángba borítani az országot. Most képzeljük el azt, hogy mi lenne akkor, hogyha azok az indulatok, az a fajta hideg polgárháború, ami szerintem most is van mindkét fél részéről. Épp akartam kérdezni, hogy ezek szerint hideg polgárháború van jelenleg Magyarországon? Szerintem ez van Magyarországon, és mindkét fél nyilván a másikra mutogat, amikor az úr is megkérdezi, hogy kinek az érdeke, meg ki riogat polgárháborúval, mindkét fél a másikat riogatja. De itt jelen pillanatban az ellenzék részéről van egy olyan igénybejelentés, a feles többségű alkotmányozás, ami elvezethet ide, ismerve még egyszer a Fidesznek a reakcióképességét. Tehát a 2006-ban egy Öszödi beszéd erre képes volt, hogy utcai harcok alakultak ki, akkor mi lesz akkor, hogyha az alaptörvény, a gráni szilárdságú alaptörvény egy feles többséggel módosításra kerül? Akkor hadd dobjam már tovább ezt a labdát, ugye Gép Fodor Gábornak, mert meg Vona Gábor is beszélt arról korábban, hogy ugye mennyire az a kommunikáció, mondjuk, amit a Fidesz képvisel, ez mennyire hergeli, mennyire ássa meg az árkokat a különböző, hát hogy két oldal között ugye most már teljesen leegyszerűsödött a politikának is a kommunikációs tere, és hagyj térjek vissza, amit még a reklám előtt vagy a zene előtt mondtam, hogy volt egy interjúja, amiben azt mondta, hogy Soros középpontba állítása nem gyűlölet, hanem demokrácia kampány volt. Ugye az ellenzék értelmezése szerint a Soros kampány mint olyan, az minden volt, csak nem demokrácia kampány, hanem pont a gyűlölet keltésére volt alkalmas, és beszéltünk arról, hogy melyik narratíva használható, hogy a Fidesz mennyire jó a narratíva teremtésben. A Soros kampány az mennyire illik ebbe a történetbe? Óha, fel van adva a leszke, mert szinte könyvet fogunk itt írni. Három, nem baj az. Három problémára térnék ki akkor. Először, amiről Gábor beszélt, és egy történelmi pillanatként is lehetne összegezni, hogy Gép Fodor bólogat vonára. Mert hogy fölírom mindenképpen. Mert hogy a helyzetértékelés, tehát valóban erről van szó. Azt hiszem József volt a betelefonáló, kedves József, hogy az ő felháborodásából, kételjeiből is látszik, hogy a magyar választópolgárok nagy többsége nem akar ilyen lázas állapotokat Magyarországon. De az, amit az ellenzék képvisel, amivel előállt a baloldal, ezek a javaslatok nem csak a felessel az alkotmányos vagy az alaptörvényt megváltoztatni, hanem amit a jelöltek mondanak, hogy vagyonelkobzás, és azt mondják, hogy tudjuk kitől. Tehát, hogy rámutatunk, hogy akkor tőle el fogjuk venni a vagyont. A reptérzára, nem tudom, a legfőbb ügyésszel a börtönbe típusú intézkedések, ezek az én fejemben ez a bolsevizmus 2.0. Ez nem illeszkedik a jogállami és demokratikus körülmények közé, de hogy ha ettől eltekintünk, hogy én mit gondolok ettől, sokkal fontosabb, hogy József és a választópolgárok mit gondolnak, és én ezt úgy összegeztem, hogy a baloldal az egy téves helyzetértékelésből téves következtetésekhez jut. Az emberek nem akarnak mindent visszacsinálni. Nem akarnak visszamenni 2010 elé. Nem akarják, hogy ez az egész 11 év meg nem történté változzon, és egy ingatag, bizonytalan körülmények között, lázas állapotban, amikor ilyen intézkedések születnének, és egészen biztos, hogy társadalmi ellenállást váltanak ki egy ilyen fellépése még a választásokon győzteseknek is. Szóval ez kérdőjeleket, bizonytalanságot, mindenféle lét és anyagi bizonytalanságot is jelentene alapvetően a társadalom nagy része számára. Szerintem ezt senki nem akarja. Ezért szerintem rosszul kalkulál az ellenzék, amit pedig kérdeztél a Soros történet. Mielőtt Sorosra válaszolnék, hogy itt a narratívákról van szó. És hogy amikor ellenzéki elemzőkkel beszélgetek, akkor mindig az a vád, hogy a Fidesz milyen jól kommunikál, és kitalálja ezeket a kommunikációs paneleket, vagy narratívákat, de nem ez a helyzet. Tehát a narratíva az nem arról szól, hogy kitaláljuk. Nem kell kitalálni Soros Györgyöt, Soros György létezik. Vagy a migráció nem arról szól, hogy a migrációt kitalálták. Ezek léteznek, hanem az a kérdés, hogy meg tudják-e határozni azt a történelmi időszakot, amiben élünk. És Soros György létezik, szándékai, tervei is vannak arra vonatkozóan, hogy beavatkozzon. 21. századi intézet most jelentetett meg egy könyvet, hogy ez nem magyar probléma Soros, hanem egyébként a világ 140 országában van jelen, és Közép-Európában állandóan egy izgalmi, lázas állapotban tartotta a politikai rezsimeket. Tehát azért a demokrácia probléma, mert egy meg nem választott, el nem számoltatható ember kívülről, a játékon kívülről beavatkozik, és meg akarja mondani a választópolgárok helyett, hogy mi legyen. Húha, itt most akkor hagyd szóljak közben, mert Magas labdák, én ezzel nagyon nem értek egyet. Tehát szerintem
Soros párt, van soros jelölt, mármint soros elindul a választásokon. Szerintem, visszahívható, elszámoltatható. Ugye mondtad, hogy az emberek nem akarnak ilyet, nem akarnak ilyet. Szerintem Magyarországon nem beszélhetünk az emberekről, hanem két nagy két nagy buborékról beszélhetünk. Az emberek többsége nem akar lázas állapotot. Ebben igazad van, de az emberek többsége akar, azt is mondhatnánk, hogy valamiféle változást, vagy legalábbis egy jelentős részük, de mindesetre arra akartam csak utalni, hogy van két nagy buborék, és az egyikben nyilván létezik egy soros párt, létezik egy soros szövetség, egy soros terv, és nem tudom még mi minden, de szerintem valójában Soros György egy kitűnő személy volt arra, hogy ellenségképp formálja a Fidesz kampánya. Sajnos a magyar társadalom, és most itt nem csak a egyik vagy másik oldalon, hanem úgy általában magunkról, a magyar emberekről beszélek, történelmi, karakterológiai és különféle okokból, meg szociológiai okokból frusztrált állapotban van. Most ebben talán nem menjünk bele mélyebben, ez csak az én állításom, lehet, hogy nincs igazam, de frusztrált állapotban van a magyar társadalom egésze. És ebben az állapotában a magyar társadalmat könnyebb fölrázni egy ellenségképpel, mint egy pozitív vízióval, és lényegében a politikai verseny a sok szempontból arról szól, hogy kitalálja meg a legfélelmetesebb ellenfelet, amit a leghitelesebben tud. Tehát ez egy politikai recept. Ez egy politikai recept, és Soros György erre több szempontból kitűnő alak. Egyrészt egy világhírű, világszerte hírhedt emberről van szó, ugye? Egy nagyon gazdag emberről van szó. Egy olyan emberről van szó, akinek Magyarországhoz van kötődése, tehát nem lehet Magyarországgal őt kapcsolatba hozni. És egy olyan emberről van szó, aki egyébként a nyílt társadalom mellett, ugye ami a migrációhoz kapcsolódóan azért már egy nagyon jól felépíthető kommunikációs stratégiára ad lehetőséget, könyvet írt, beszélt, előadásokat tart. És az ötödik, amit még mondanék, hogy ráadásul távol van. Tehát úgy lehet őt boxolni, a soros bokzsákba úgy lehet őt ütögetni, úgy lehet teleplakátolni az országot vele, hogy igazából ő nem tud visszaütni. És ez szerintem valahol morálisan nagyon megkérdőjelezhető, de zseniális lépés volt a Fidesztől. A Fidesztel kapcsolatban egyébként nagyon sokszor van ilyen érzésem, hogy morálisan vállalhatatlan, politikai, stratégiai szempontból meg zseniális. A Soros kampány is egy ilyen volt, és az ellenzék nem tud, annak idején én sem tudtam Soros Györgynél és az általa támogatott migrációnál jobb ellenségképet felrajzolni. Már azon viccelődtünk, hogy hát lehet, hogy az UFO-kat kéne most már fölvázolni a magyar társadalomnak, hogy majd jön és már Soros Györgyöt is veszélyezteti, mert ez annyira föl lett építve, hogy amikor elmentem például Borsod megyébe valahová egy kis faluba, akkor a néni nem azért volt szomorú, mert nincs már buszjárat, nincs már posta, és a többi, hanem azért, mert a migránsok jönnek és majd megerőszakolják az asszonyainkat. Ránéztem a telefonomra, hogy 41 percnek kellett eltelnie, hogy kezdjünk bemelegedni, és most már elkezdjük ütlegelni szavakkal egymást. Egyáltalán nem értek egyet. Természetesen tudom, hogy a politika úgy dolgozik, hogy van egy kik vagyunk mi, kik ők. Tehát, hogy van egy önmeghatározás, van egy ellenségképzés, ez a politikai gondolkodásnak a sajátossága, de éppen azzal vezettem fel a Gábor előtti érveket, hogy hát Soros Györgyöt nem kitalálták, a migrációt sem kitalálták, mert az érveid abban az irányba mutattak, hogy ki kellett találni Soros Györgyöt ellenségképnek, és ő milyen jól kitalálta a Fidesz ellenségképnek Soros Györgyöt, ezért, azért, meg amazért. De maradjunk egy kézenfekvő példánál, például a migráció. Ezt is hallottuk az ellenzéki politikusoktól 2015-ben, 2016-ban, hogy a migráció is kitaláció. És azt látjuk, hogy eljutottunk odáig, hogy ezt a kérdést ma Európában senki nem vitatja. Azok a bevándorló társadalmak sem, Nyugat-Európa, amelyek egészen más kihívásokkal néznek szembe, mint Közép-Európa. És amikor hivatkoztam itt a Soros könyvre, a 21. századi intézet kiadványára, ha kilépünk a magyar életvilágból, egészen elképesztő egyébként, hogy a közép-európai térségben évtizedeken keresztül Soros György milyen tevékenységet fejtett ki a játékon kívülről, tehát a demokrácián kívülről, hogyan hozott létre sorospárti embereket, politikai erőket, hogyan támogatott civil szervezeteket, épített ki hálózatot annak érdekében, hogy egyébként a saját politikai érdekeit érvényesítse. És volt, ahol sikeres volt, és van, vagy lesz, ahol sikeres lesz, és van, ahol pedig visszavágták ezeket a törekvéseket. Például nekem a magyar politikai élet, megint függetlenül attól, hogy plusz-minusz, azért kifejezetten érdekes, mert Orbán volt
az egyik első olyan ember, aki megnevezte Sorost, mint politikai ellenfelet. És ebben, amit mondtál a reklám előtt, igazad volt, tehát, hogy kell egy nemzetközi helyzet. Például Trump győzött Amerikában, ami lehetővé tette, hogy élesebben lehessen beszélni Soros Györgyről, vagy ott volt a Netanyahu féle szövetségépítés, de ezek politikai teljesítmények. Tehát a Trumppal való barátság, vagy a Netanyahu féle közeledés, ezek nem mennek politikai teljesítmény nélkül, és ezek a szövetségépítések, a világrend megváltoztatása teremt lehetőségeket arra, amire korábban nem volt lehetőség. Vagy ostobaság lett volna éppen politikailag megnevezni egy ilyen ellenfelet, mert lehet, hogy bedózerolja a földbe azokat a politikai erőket, amelyek kiplakátolták volna. Na most, amit teszel, az lényegében csak az, hogy hatalomtechnikailag indoklod és méltányolod azt, ami történt, amit én se vitatok, tehát ahogy elmondtam az előbb is, zseniálisan hajtotta és építette föl ezt a Fidesz, ezt az egész kampányt, és abban is igazad van, hogy Soros György létező személy, és hogy a migráció létező probléma. De ugye erre kapcsolod össze. És még azt is elfogadom, tehát idáig még G. Fodor Gábor és Vona Gábor egyetért, a kettőt még össze is lehet kapcsolni. Ott, ahol viszont élesen külön válunk, az, hogy szerintem a féligasságokból lehet a legnagyobb hazugságot gyártani. Mert innentől kezdve már, hogy ez a féligasság előállt, innentől kezdve lett egy hatalmas nagy lufi fújva, hogy már lényegében minden Soros György irányít, lényegében a migráció a legnagyobb problémája Magyarországnak és a világnak, ami szerintem viszont már nem igaz, és a valóságnak az eltorzítása, kampány célú és politikai célú eltorzítása a valóságnak. Kilépünk Európába. Mondjuk Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, sorolhatnám. Hát valamennyi politikai konfliktus, vagy legalábbis a jelentős részük abból adódik, hogy ezek bevándorló társadalmak lettek. Hogy hogyan kezeljék azokat a kérdéseket, amelyek a bevándorlásból, meg az ezzel kapcsolatos integrációs nehézségekből fakadnak. És az a helyzet, hogy egész egyszerűen én úgy képzelem el Nyugat-Európát, mint egy kuktát. Ezek a problémák főnek, és ha nem engedik ki a kuktából a feszültséget, ez lenne a kvóta, tehát osszuk el a migránsokat magyarán, akkor ez felrobban. Egyetlen felelősségteljes nyugat-európai politikai vezető se kockáztathatja, hogy felrobbantsa a kuktát. Ezért van ez az egész vitatkozás, nyomakodás, erőszaktétel és mindenféle egyéb befolyásolási kísérlet Brüsszel, meg az európai hatalmak részéről, mert nem akarják, hogy csak ők legyenek bevándorló társadalmak. Egész egyszerűen a feszültséget ki akarják vezetni, és akkor már itt tartunk, hogy akkor mi ezt magunkra húzzuk-e, vagy nem. És ez sem csupán magyar jelenség, ugye a V4. Hát oké, hogy a magyar tulajdonképpen vezérlettel erősebb lett a V4, de nem csak mi nem akarjuk a migrációt. Valamilyen okból Közép-Európa valahogy jobban érti ezt a kérdést, vagy jobban őrzi a szokásait. Neked ez szívhez szóló kérdés lenne, hiszen te is egy olyan politikai erőből jössz, amely azt gondolja, hogy van ilyen, hogy Közép-Európa, vannak magyar szokások, hagyományok, a nyelv, a kultúra, az életmód védelme, ezek mind kiemelten fontosak. Szerintem erre azt mondani, hogy hát ki van találva ez a probléma. Azt mondtam, hogy egy féligasságra építetek. De a Soros meg úgy kapcsolódik ehhez, hogy Soros, pedig érdekei voltak azzal a kapcsolatban, hogy Európában a bevándorlás az egy legitim politikai törekvés legyen. Jött az ember, meghirdette a pontjait, és egyébként szervezett hálózatot. És még ezt sem vitatom 100%-ig. Tehát szerintem létezik Soros hálózat, létezik Soros Györgynek nyitott társadalommal kapcsolatos hálózatépítése, létezik a migráció. Csak még egyszer mondom, megismételve, hogy amit állítottam, tehát ne keverjünk össze engem a DK-val, vagy az ellenzékkel, mert az én álláspontom az, hogy ez egy létező probléma, én ezt egyáltalán nem tekintem lényegtelennek, csak azt mondom, hogy az, ami véhez vált a magyar közéletben, az a vita, ami Soros György és a migráció körül kialakult, az már viszont nem. Tehát az már egy olyan kampánylufi volt, egy olyan politikai lufi, ami csak arra szolgált, hogy egyéb más ügyeket szőnyeg alá söpörhessen. Másrészről, ugye Orbán Viktornak szerintem az egyik legfontosabb versenyelőnye az, hogy az ostromlott elődben ő a várkapitány. És ez egy olyan helyzeti előny, egy olyan politikai piaci előny, amit nem nagyon nehéz ellenzékből fölülmúlni, hiszen a várkapitány, amikor éppen ostromolják a várat, tehát nem lehet arról beszélni, hogy hát váltsuk már le a várkapitány, miközben éppen ostrom alatt vagyunk, és ezért Orbán Viktornak folyamatosan az az érdeke, hogy ezt az ostromlott erőd metaforát ezt életben tartsa, az emberek fejében tartsa, és erre volt kitűnő eszköz, az egyébként még egyszer mondom, valóban létező Soros György és a valóban létező migráció. Engedjétek már meg, hogy egy picit tovább lépjünk a Soros témáról. Nem azért, mintha nem lenne fontos, csak szeretném
szeretném egy picit visszavinni a beszélgetést onnan, ahonnan ez az egész kiindult. Ugye az elszámoltatást kezdtük pedzegetni, ezt a témát, és ugye arról volt szó itt az elhangzott, hogy az ellenzék ezt milyen formában és milyen módon teszi, milyen kommunikációs formákat, eszközöket használ. És ugye az ellenzéknek van például a Mészáros Lőrinc történet, ugye, amit azért nagyon sokszor fel szoktak használni, és ez volt egy nagyon érdekes kijelentésed ezzel kapcsolatban, hogy azt mondtad, hogy a Mészáros Lőrinc sztori nem lényeges. Ugye ezt mondtad? Én ezen nagyon felkaptam a fejem, mert szerintem ez egy kérdés, hogy tényleg lényeges-e vagy nem lényeges-e mondjuk a magyar társadalom, vagy akár a korrupció kérdése, hogy ez mennyire lehet kampánytéma, vagy nem kampánytéma, és most azért kapcsolódtam ide-vissza az elszámoltatáshoz. Nagyon nehéz munkát adsz nekem, mert nem baj. Problémát kinyitsz, és akkor itt ilyen töredékes félmondatokkal vagyunk kénytelenek elintézni, és mindegyikünkben marad hiányérzet, de nem baj. Tehát csináljuk. Tehát, hogy... Csak annyi, hogy akkor, és akkor visszakanyarodhatunk még ide is akár, mert hogy nagyon érdekes volt ez a kijelentés, hogy a választási győzelem kérdésének szempontjából az, mármint hogy a Mészáros sztori, de hogy korrupciózással az emberek feltüzelhetők, az Orbán rendszer elsöpörhető, de szerinted tévednek. Tehát, hogy itt egy nagyon, nagyon megint két ellentétes narratívát jó, lehet akkor látni. Akkor bűvész mutatványt csinálok, most összekötöm a dolgokat. Kitaláltam a gondolatot. Hogy amit a Gábor mondott, nem értek egyet a helyzetértékeléssel, hogy úgy fogalmazott, hogy egy olyan versenyelőny, hogy egy ostromlott erőt kapitánya. Tehát oda be kell verekednie az embernek magát, ez az egyik feladat. A másik, amit mondtam, ez a történelmi kontextus meghatározása, hogy azért ostromlott erőd, mert hogy fordítsuk le akkor a politikai nyelvre, hogy ma az a diagnózis, hogy a válságok korában vagyunk. Migráció, pandémia, stb. Jön. Most az a kérdés, és hogy ez, ha így határozod meg, hogy ez a világ, ez a valóság, ez találkozik-e az állampolgárok valóságérzékelésével? És a Fidesz szerintem abban ér el versenyelőnyt, vagy abban jó, hogy amit mond a világról, az a választópolgárok fejében összetalálkozik azzal, amit ők gondolnak. Mert és tényleg, hogy ez a valóság-e? Vagy csak a média lehetőség? A migránsok tényleg elindultak. Pandémia tényleg van. Tényleg várható még a pandémia újabb és újabb hulláma, a Soros tényleg volt, stb. És ide kapcsolódik az, amit mondtál, a Mészáros Lőrinc sztori. Én úgy érzem, hogy ha már ostromlott erőd meg várkapitány, akkor a baloldali ellenzék az nem alkalmas faltörőkosokkal rohan neki ennek a várnak. Mert hogy a Mészáros Lőrinc sztori alkalmas lehet az irigység felkeltésére, meg le lehet. De nem lényeges ez a sztori? Nem lényeges. Nem lényeges a választások eldöntése szempontjából, azért nem, mert amíg uralja egy kormányzó erő azt, hogy válságokkora van, meg tudlak titeket. De erről beszéltél, Pagából, hogy uralja védeni. Ezek a riasztónak feltüntetett példák lehet, hogy idegesítik az emberek egy részét, de végső soron a végső elszámolásnál nem abban a tömegben jutnak szerephez, amikor le kell tenni a voksot. És hagyd mondjak még egy furcsa dolgot, hogy érdekes módon, Amerikában, mert hogy akkor a Mészáros Lőrinc oligarha, meg vannak neroligarchák. Amerikában senki nem kérdezi meg egyébként, hogy ezek az emberek, a Bill Gates-től, a Zuckerbergen át, stb. Ezek oligarchák. Ezek finanszíroznak politikai erőket, bevásárolják magukat a politikába, és ők üzletemberek. Tehát, hogy van ez az egész? Szerintem egyébként úgy van, hogy ez egy adottság a világnak. Tehát, hogy egész egyszerűen nem lehet attól eltekinteni, hogy ilyenek ne legyenek. És az a kérdés, hogy előáll-e olyan politikai helyzet, amikor ebből politikai probléma van, például a korrupcióból. Szerintem nem áll elő ilyen helyzet. Húha, akkor legalább kezdünk bemelegedni, mert hogy itt ezt eddig ugye mondtam többször, hogy ezzel nagyon nem értek egyet, itt aztán végképp nem értek egyet, illetve félig meddig abban igen, hogy... A Mészáros Lőrinc történetem. Szerintem a Mészáros Lőrinc sztori lényeges, de nem alkalmas eszköze az ellenzéki kampánynak. Abban az értelemben lényeges, hogy az ország szempontjából nem lényeges üzenete van a Mészáros Lőrinc jelenségnek, és akkor mindjárt kifejtem, hogy szerintem mi. De abban teljesen egyetértünk, hogy alkalmatlan arra, hogy a miért? Választás... Miért? Azért, húha, hát most itt akkor lehet, hogy sok hallgatót meg fog sérteni. Tehát szerintem Magyarországon a korrupció úgy általában nem alkalmas téma. Egyrészt azért, mert jobb oldalon és bal oldalon megvolt már az a történelmi tapasztalat, hogy mindenki korrupt. Másrészt meg, tehát nincs már ilyen szempontból elvárás vagy várakozás az emberekből, hogy ez majd a lelkük mélyen, hogy ez valahol majd megváltozik, gondolom én. Másrészt meg, és akkor itt lesz majd a sértő mondat, szerintem a magyar társadalom korrupt. Tehát, hogy amikor a politika
korrupcióját számon kérjük, akkor valójában a saját társadalmi tükrünket köpjük le, és fejtünk ki ezzel kapcsolatban nem tetszést. Amit a politikában látunk korrupció címén, akár egyik, akár a másik oldalon, az a magyar társadalom állapota. Úgyhogy én ilyen értelemben nem látom, hogy ez a dolog megváltozna. Ugye az egyik leggyakrabban elhangzó mondat, hogy maradjon a Fidesz, mert már úgyis összelopták magukat, már hogy jön majd az ellenzék, akkor azok is lopni fognak. Tehát ilyen nagyon-nagyon keserű és beletörődött hangok vannak a korrupcióval. Szerintem ezzel lehet, hogy lehet irítséget, a saját táborban való irítséget kelteni, pro és kontra, de eredmény nem. Tehát azt is látni kell, amikor korrupcióról beszélünk, akkor mindenki a maga buborékján kívüli korrupciót látja korrupciónak. Amikor a maga buborékjában van esetleg ilyen gyanú, utaljunk akár most a zuglói vitára, akkor már az nem korrupció, az már a miénk, az már a mi kutyánk kölyke. És hát ami meg a másik, hogy itt Gábor által, amin én nagyon fölkaptam a fejemet, amikor arról kezdett el beszélni, hogy ez az egész folyamat a kormánypárt részéről, ez egy, nem is tudom, hogy fogalmazott, hogy itt hirtelen ezt össze is találkozott, ha jól akarlak idézni. A választópolgárok agya, feje? Nem, hanem azzal kapcsolatban, hogy a Soros kampány ez az egész, ez egy az emberek által támogatott és az emberek által elfogadott. De hát így van. De ez nem igaz. Hát dehogy nem. Nem. Akkor nem Orbánnak hívnák a miniszterelnököt, a Fidesz nem. Szerintem itt az embereknek nincs. Tehát egy olyan korszakba léptünk a digitalizáció által, meg a virtuális buborékok által, az embereknek már nincs feltétlenül közük, vagy információjuk a világról. De Gábor, ez nagyon veszélyes pálya. Tudom, hogy nagyon veszélyes pálya. Akkor az egész demokrácia zárójelbe tehetjük. Hát pontosan erről akarok beszélni, hogy szerintem kezdünk szépen belesodródni a Big Data diktatúra korába, amit egyik első közéleti szereplő voltam, aki elkezdtem erről beszélni, meg pedzegetni ezt a témát, de szerintem a Magyarországon, amikor az ellenzék diktatúrázik, akkor féligasságot mond, mert egyre inkább én is úgy gondolom, hogy diktatúráról beszélhetünk, csak nem abban az értelemben, amiben az ellenzék próbálja definiálni. Tehát nem a jogállamiság, vagy nem a jogi intézmények tekintetében van Magyarországon diktatúra, hanem újra kellene fogalmazni a diktatúrát, újra kellene definiálni, és méghozzá úgy, és akkor ez egy aktuális ügy, a Pegazus ügy kapcsán is fölvett kérdéseket. Szerintem a 21. században az a diktatúra, amikor az állam vagy a kormány az emberek mindennapi tevékenységét megfigyelheti, kontrollálhatja, manipulálhatja, anélkül, hogy azok tudnának róla, és anélkül, hogy egyébként a demokratikus jogállami kereteket le kellene építenie. Vettem egy mély levegőt. Igen, láttam. Épp akartam mondani, hogy Nekem az a gondolat fontos az előző órából is, hogy Gábor abból indult ki, hogy itt ugye van, aki megfogalmazta a játékszabályokat, és hogy az nyilván előnyben van, mert hát ő fogalmazta meg a játékszabályokat, de hogy itt ennek a játéknak, amit demokratikus politikai versenynek nevezek, vannak peremfeltételei. Olyan peremfeltételek, mint például ez a hogyan jutunk hozzá az információhoz, tehát technológiai robbanás, a közösségi média világa, és így tovább. És azt gondolom, hogy egész egyszerűen nem magyar jelenségről beszélünk, hogy hogyan lehet előállítani politikai információt a választópolgárok számára, hanem egy világszerte egy kihívás éri a politikát arra vonatkozóan, hogy hogyan jusson el Józsefhez, aki betelefonált nekünk. Például engem nagyon foglalkoztat ez a kérdés, hogyha megnézed akár történelmi táblatba, Kossuth-Széchenyi vitája könyvekbe játszódott. De Orbán Viktor is 10 évvel ezelőtt még hatalmas beszédeket mondott, és most rövidül, világszerte rövidül a politikai kommunikáció, más skillek, más üzenetek juthatnak el a választópolgárokhoz, és ezek nem csak szaloncukor díszek, vagy díszek a karácsonyfán, hanem ezek információk. Most kell, hogy egy nagy levegőt vegyünk sajnos, mert hogy megint elszaladt az idő, viszont tényleg csak egy pár perc türelmet kérek szépen a hallgatóktól, mert már is folytatjuk a beszélgetés Vona Gáborral és G. Fodor Gáborral. Néhány perc is jövünk vissza. Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól.
Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Így van, már is itt vagyunk újra, és folytatjuk a beszólót, van a Gáborral és G. Fodor Gáborral. Itt a szünetben sem hagytuk abba egyébként, és folytattuk a beszélgetést, és két üggyel szeretném folytatni, ami hát tulajdonképpen kapcsolódik ahhoz, amiről az előző órában is beszélgetünk. Az egyik, amit már tulajdonképpen van a Gábor is érintett, ez a Pegazus ügy, ami most, hát finoman szólva újra aktuálissá vált nálunk, és itt is tulajdonképpen két narratívát lehet megfigyelni, nagyjából hasonlóan, mint a korábbi ügyekről, amikről eddig is beszélgettünk. Ugye a Fidesz azt mondja, hogy tulajdonképpen nincs is ügy, nem is lehet ezt az egész történetet bizonyítani. Most nagyon leegyszerűsítem természetesen azokat a kommunikációs szövegeket, paneleket, amiket hallottunk. Meg hát persze kérdés, hogy az ellenzék ebből egyáltalán mit akar kihozni, vagy mit tud kihozni ebből az ügyből. És a másik kérdés, amihez kapcsolódik, hogy mi van a bizonytalan szavazókkal, ha már két buborékról beszélgetünk itt a szünetben, arról, hogy ugye mennyire eltér ennek a két tábornak a nézete, vagy az, hogy mit vár el mondjuk ez a két tömb, de mi van a bizonytalan szavazókkal, és mondjuk itt kapcsolnám össze ezt a két ügyet, hogy mondjuk egy ilyen történet, mint a Pegazus ügy. Ez mondjuk a bizonytalan szavazókat, hogy látjátok, mennyire befolyásolja, egyáltalán foglalkozik-e vele, kell ez, számíthat-e például, ha mondjuk valaki bizonytalan, nem tudja, hogy kire szavazzon, és azt mondja, hogy ó, hát megfigyelhették itt az újságírókat, vagy bárki mást, akkor én erre vagy arra szavazok. Van-e ilyen típusú összefüggés, vagy ez így nem működik? Hogy látjátok? Hát nekem van egy lejártott narratíva. Csak nem. Ez magas lasszi volt, figyelj, ez magas lasszi volt. De én azt láttam, hogy tehát amit én ismerek a politikából, ami, tehát a Pegazus ügy, hívjuk így, az értelmezhetetlen, ha nem abból indulok ki, amit most elmondok. Tehát ez nyáron történt. Nyáron az emberek nyaralnak, ott feküdnek a tengerparton, Balatonon, stb. Ilyen ügyből politikai következményekig eljutni az esély zéró. Történt viszont valami más. Ebben lehet, hogy vitánk van egymással, de én mégis azt láttam, hogy 24 óra alatt egyébként a ellenzéki sajtó, amit én most már sajtópártnak tartok, látom, hogy vesz részt az előválasztási kampányba, hogy szervezi tulajdonképpen a figyelmet az előválasztási kampány iránt. Tehát egy nap alatt, 24 óra leforgása alatt brutális mennyiségű cikket gyártott ebből a kérdésből. Nekem ez arról szólt, leegyszerűsítve, hogy a Pegazus ügy az egy teszt volt. Annak a tesztje, hogy hogyan lehet koordináltan abban a világban mozogni és összehangolni az üzeneteket, meg egy szőnyegbombázást elindítani, és azért ezt, mert nem gondolták, hogy politikai következményekhez fog vezetni. És hogy egy konkrét választ is adjak erre, hogy a bizonytalan szavazókkal mi lesz, Pegazus így megfogja-e őket, vagy nem. Most ezt csak példának mondtam természetesen. Szerintem nem fogja meg, nincsen politikai jelentősége ennek a kérdésnek, hiszen nem is tudom egy mondatban megfogalmazni, mi a Pegazus ügy. Ha nem tudom egy mondatban megfogalmazni, akkor nincs. Akkor az már bonyolult, ez már nem nincs, nincsen. Mm-hmm. És hogy csak, és akkor átadom Gábornak, a bizonytalanok megszólítása az mindig politikai kihívás. És ott nagyon, hogy mondjam, egy összetett kihívással állunk szembe. Például az is egy gesztus politika, hogy aki cselekszik, vagy például ebből indultunk ki egy órával ezelőtt, hogy tud akár anyagi javakat is adni a választóknak, vagy magabiztosnak tűnik, vagy uralja a helyzetet, ezek mind pozitívumok. Vagy az is, és az utolsó gondolatom következik, hogyha az ellenzéki erők azzal jönnek, hogy ők lázas állapotokat akarnak, el akarják törölni az elmúlt 11 évet, és azt mondja a bizonytalan szavazó, hogy én ezt nem akarom. Miért lenne érdekem a lázas állapot, miért lenne érdekem az egzisztenciális bizonytalanság? Uh-huh. A Mészáros ügy kapcsán azt mondtam, hogy lényeges az ország szempontjából, de nem alkalmas az ellenzéknek arra, hogy pozíciókat növeljen. Egyébként ott nem mondtam még, hogy miért lényeges, szerintem azért lényeges, mert Gábor, azzal a hasonlatoddal nagyon nem értek egyet, amikor Zuckerberghez vagy Bill Gateshez hasonlítod Mészáros Lőrincet, mert lehet, hogy ők is befolyást gyakorolnak a politikára, csak nem a politika által kerültek ebbe a pozícióba. Tehát ez egy óriási különbség. Gyanítom, de azt viszont, abban viszont biztos vagyok, hogy Mészáros Lőrincnek nincs piaci teljesítménye. Tehát nem akarom most itt a Pegazus kérésről elvinni ezt, de ha már szóba került, Mészáros Lőrinc
semmilyen olyan exportképes dolgot nem állított elő Magyarországon, amiről azt mondanám, ami alapján azt tudnám mondani, hogy egy ügyes üzletember, ellentétben mondjuk Bill Gates-el vagy Zuckerberg-el, zárójel bezárva, és akkor átérek a Pegasus ügyre, mert ott viszont azt gondolom, hogy alkalmas is, és fontos és izgalmas ügy is Magyarország szempontjából. Tehát én nagyon elnagyoltnak találtam a te érvelésed, hogy hát nyár volt, nyaraltak az emberek, és hát ez nem ügy. Tehát azért nem lett ügy, mert nyilván az általad nagyon komoly riadóláncnak érzékelt ellenzéki sajtó sem volt elég, hogy azzá tegye éppen a nyári uborka szezon miatt talán. De akkor mégis csak fontos az időzítés, egy gondolat, hogy mit gondolok erről az ügyről. Azt mondod, hogy ha egy mondatban nem tudjuk elmondani, akkor nem ügy. Én elmondom akkor egy mondatba, a kormány úgy tűnik, hogy jogtalanul figyeltetett meg ellenzéki politikusokat, újságírókat. Szerintem ez ügy, és hogyha tényleg a szívedre teszed a kezedet, ha fordított esetben történt volna hasonló mondjuk a Fidesz politikusaival, újságírókkal, akár veled, akkor te is szerintem teljesen joggal tiltakoztál volna ez ellen, csak a buborék most nem engedi azt, hogy ez. Ez egy feltételezés. Tehát így nem van, bizonyítékokkal ellátott nem. politikai tényanyag, hanem egy feltételezés. Feltételezés, amire azért vannak ráutaló jelek, és ilyen értelemben legitim politikai vita tárgyát képez, és éppen azért kellene ezt a vitát lefolytatni, hogy ebből a feltételezésből meg tudjuk állapítani, hogy csupán egy blöff, vagy pedig van valóság alapja, de hogyha egyből lesöpörjük, ahogy azt te tetted, akkor el se tudunk idáig jutni. De, tehát, hogy te meg se adod az esélyt arra, hogy beszéljük meg. Hát a Fidesznek ilyen értelemben tiszta lenne a lelkiismerete, akkor szerintem például az a fajta titkosítás, ami megtörtént, arra nem lett volna szükség. Én értem azt, hogy egy ilyen szoftverrel esetleg terrorizmus ellen, vagy különféle nemzetbiztonsági veszélyek ellen történt ügyek is szóba kerülhetnek, és ezeket titkosítani kell, de akkor legalább lett volna valami, nem tudom, hogy erre egyébként van a lehetőség, lehet, hogy amit mondok, az butaság ilyen értelemben, de ha a politikát érintő része van ennek az ügynek, akkor azt transzparenssé kellett volna tenni, és ezekkel az anyagokkal kellett volna cáfolni az ellenzéki vádakat ez ügyben, és nem pedig bujkálással, amit mondjuk Varga Judit vagy akár a Nemzetbiztonsági Bizottság esetében. Ezen a rádión hallgattam valamelyik ellenzéki politikust, aki végül is mindegyik újságírói felvetésre azt mondta, hogy hát igen. Ez a bizottsági ülés összehívása után volt, hogy tulajdonképpen nem jutottak semmire. Tehát én úgy látom, hogy itt ebben az esetben, ha megvádolnak valakit, aki vádol, annak van, azon van a bizonyítási teher. És egyébként a politika folyamatai végigmentek, tehát volt nemzetbiztonsági ülés, a maga megszokott rendjében és döntésével jött létre, és utána ugye, mivel ennek vannak büntetőjogi következményei, igazából nem tudnak ebből semmilyen használható történetet előadni az ellenzéki politikusok. Csak hogy ez tudható volt nyáron is. Tudható volt nyáron is, hogy ha ilyen ügyet választok a politikai botrány alapjául, akkor falaknak fogok ütközni. Ezt az ellenzék választotta. Ez az ügy az ellenzék ölébe esett. Akkor én úgy is láttam, hogy nagyon meg is örült neki, és azt gondolta, hogy ezt majd nagyon jól föl tud építeni. Aztán ez nem sikerült, de ez a Fidesznek nagyon erős ellenlobbiba kellett fognia. És csak bocsánat, csak egy gondolat ahhoz, ha jól emlékszem, de utaltál arra, hogy valamelyik ellenzéki politikus, például az Aktuál című műsorban, a reggeli műsorban volt Ungár Péter, aki nem ő volt, akkor lehet, hogy... Délutáni műsorban hallottam, de nincs jelentősége. Ő például azt mondta, hogy azért nehéz erről beszélni, hiszen megtörtént a titkosítás, tehát nagyon nehéz erről bármilyen formában bármit mondani, amennyiben, és egyébként lehetnének olyan részletei az ügynek bőven, ami nem igényel mondjuk titkosítást. Amiről viszont... Hogy legyek egy kicsit cinikus, mert eltelt másfél óra, és még nem sikerült cinikusnak lennem. Tehát, hogy aki elindít egy ügyet, az tisztában van azzal, hogy milyen keretek között, milyen struktúrába indítja el, milyen kifutásai lehetnek, végig tudja elvinni, vagy sem. Szerintem ez politikai inkompetencia, ha valaki úgy indít el egy ügyet, hogy alapvetően nem tudja végigvezetni azt a kérdést. De mit tudott volna az ellenzék tenni egy ilyen helyzetben, amit minden titkosít? Hadd térjek vissza erre, tehát most itt lovaglunk a Pegasus ügyön, aminek szerintem megint csak semmi jelentősége a választók szempontjából, mint ahogy ezt válaszoltam a Mészáros Lőrinc kérdésre is, és ez ugyanazzal a nézőponttal függ össze, hogy olyanból kell ügyet csinálni, amiből el tudok vezetni. Amiről te beszélsz, az rendszeresen, és erre már utaltam korábban is, az egy politikai, hatalomtechnikai szempont, hogy
azt az ügyet vigyük végig, az az ügy fontos, ami az emberekig eljuthat. Szerintem nem. Szerintem az az ügy fontos, ami az ország szempontjából komoly üzenettel bír. És szerintem ez az ügy ilyen értelemben nagyon fontos, mert arra utal, hogy ma Magyarországon a politika megfigyelheti az ellenfeleit, törvénytelen eszközökkel figyelheti meg, és ráadásul már arra sem törekszik, amire korábban törekedett, hogy, nem is szervezi már ki lényegében a hivatalos struktúrából, mert engem, ami a Pegazus ügyben leginkább meglepett, az az, hogy hát, tegyük a szívünkre a kezünket, szerintem az előző kormányok is, meg a mostani kormány is végzett az én gyanúm szerint ilyen jellegű megfigyelési tevékenységet. Ez csak az én megérzésem. Ami itt ebben furcsa volt, hogy ezt nem valami magánszolgálatnak kiszervezve, lényegében a politikától, az államtól távol, outsourcingolva végezte, hogy ne lehessen ezáltal politikai ügyé tenni, hanem itt az derült ki, hogy konkrétan az igazságügyminiszteren keresztül történt egy ilyen jellegű, a ellenzék gyanúja szerint törvényt sértő vagy jogsértő megfigyelési botrány. Hát azért a Fidesz is előállt annak idején megfigyelési botránnyal, akkor talán a Fidesznek sem sikerült azt olyan jól végigvinnie, akkor ezek szerint akkor az nem fontos ügy a Fidesznek, csak az a fontos ügy, amit az emberekig el tud emberekhez el tud jutatni, az pedig nem, amit nem lehet, de egyébként fontos. Megpróbálok megint összeszedetlenni. Tehát műfajokat változtatunk. Most nekem nincsen bizonyítási terhem, mert úgy értékelem a Gábor feltételezéseit, hogy ezek a politikai vádak műfajához tartoznak. Én nem vagyok politikus, ezt nekem nem kell kivédeni, de ha meg akarnám védeni a mundér becsületét, akkor is olyan kifejezésekbe botlanék bele, mint hogy használtál ilyen kifejezést, hogy bebizonyosodott. Szerintem semmi nem bizonyosodott be. Minden feltételezésekből áll, olyan feltételezésekből, amit nem lehet tényekkel alátámasztani. Ilyen értelemben ez olyan, mint amikor a kismalac kimegy a jégre. Nyilvánvalóan el fog rajta esni. És hogy azt mondtad, hogy mi a fontos a politikában. Hogy csak az a fontos-e, amit eljuttatunk a választópolgárokhoz. Ott tartottunk, hogy az a szituáció, hogy azt úgy definiáltad a helyzetet, hogy van egy ostromlott erődben lévő várkapitány, ami egy versenyelőnyt jelent, és hogy na hát ez milyen nehéz helyzet az ellenfeleinek. Vagyis ha ez a helyzet, akkor olyan ügyeket kell elindítani, amiből találat van. És az, hogy valaki fel tudja mérni, hogy melyek ezek az ügyek, az egy politikai képesség. Szerintem a Mészáros Lőrinc ügy, amit én egyébként nem mosnék össze a korrupció ügyével, mert ha jól értem, másról szól, nem tudom, NER lovagok, oligarha, nem tudom milyen kérdésekről szól, nem feltétlenül korrupcióról. Szerintem nem sikeres. Nem ér el találatot, vagy nem olyan találatot ér el, ami a reményekkel találkozna. Ugyanez a helyzet szerintem a Pegazus ügyjel is. És ráadásul azt gondolom, hogy ezek pótcselekvések ebben a helyzetben, mert ha jól értem, ha megértő akarok lenni a Pegazus ügy elmesélésével, ellenzéki elmesélésével, akkor ez egy segédtörténet lenne arra a mesére, hogy itt diktatúra van, és itt megfigyelik az embereket, és senkinek az élete nincs biztonság. Gábor, egy pillanatra szökezve, szerintem az ellenzék is, az én gyanúm szerint, megint nem tudom bizonyítani, hogy a kormánypárt itt se, én simán el tudom képzelni, hogy az ellenzéki oldalon is dolgoznak hasonló szoftverekkel, valószínűleg kiszervezve magánszolgálatokhoz. Tehát ebben nem akarnék képmutató lenni a politika. Tudom. Jó, világos, nem is azért mondom, csak hogy szerintem itt ami történt, és ami miatt ezt tényleg érdemes volna megvizsgálni, az, hogy itt az állam, mint konkrét, és az igazságügyminiszter, mint konkrét politikai államigazgatási szereplő jelent meg ebben a történetben, és lehet, hogy azt mondod, hogy ez csak egy vád, de ez a vád elhangzott, azért ennek a vádnak bizonyos értelemben vannak kézzelfogható bizonyítékai is, és ebben az esetben szerintem, hogyha a kormánynak tiszta a lelkiismerete, akkor nem kellene ettől összerezzennie. Tehát, hogy nem kellene azt a fajta magatartást tanúsítania, ami sokakban azt az érzetet kelteti, hogy valami titkolni valója van ez ügyben a kormánynak, mert nem meri azzal a bátorsággal, azzal a nyíltsággal vállalni az ezzel kapcsolatos vizsgálatot, és te is, anélkül, hogy a kormány politikusa lennél, de azért mégiscsak ebben a buborékban vagy, te is itt arról beszélsz, hát ez nem olyan fontos kérdés, ezt tegyük félre, itt ez nyári uborka szezon. Szerintem, hogyha nem volna félnivalója a kormány oldalnak, akkor azt mondaná, hogy akkor nézzük meg. Tegyük ki, hogy mi van ezzel kapcsolatban. Azt vélelmezem, hogy eddig komolyan álltunk egymáshoz. Most ez az utolsó megjegyzésed, ez egy kicsit azért bánt, mert hogy mintha lebecsülnél. Tehát, hogy ilyen naivítás, és ahogy akkor vegye komolyan a kormány ezeket a dolgokat. Te politikus voltál, tudod, hogy a politikában
rengeteg átok van, egy gyónás sincs, tehát teli van váddal az egész világ, nagyon nehéz eligazodni ebben a világban, és én úgy látom a politikát, hogy az olyan, hogy mindig jönnek ilyen sapkák, hogy előhúzol ilyen sapkát, és végül is az győz, aki egy nagyobb sapkát tud a többi sapka fölé teríteni. Hogy ezt érthetővé tegyem, arra gondolok, hogy mi foglalkoztatja döntő módon a választópolgárokat. És ebből indultunk ki ezt a... Te indultál ki ebből. Én pont ezt cáfoltam folyamatosan, hogy ne ebből induljunk ki. Igen, de csupán, hogy van egy mert igazoló, mi nem politikusok vagyunk, de hanem van egy igazoló érvem erre vonatkozóan, hogy hát végül is csak magyarázatra szorul, hogy a Fidesz hogy tudott háromszor kétharmadot elérni. És hogy miért van esélye arra is, hogy 2022-ben győzelmet arasson. És szerintem azért, mert pontosan tudja, hogy az a döntő kérdés, hogy meg tudja-e határozni úgy a világot, el tudja-e mondani, hogy mi zajlik a világban, hogy az találkozik az emberek élményeivel, gondolataival. És ezek, szerintem ezek a, hogy mi a helyzet típusú kérdésre adott válaszai, ezek 14-ben és 18-ban is, egyébként 10-ben is találkoztak a választópolgárok többségével. És ezzel szemben látom azokat a törekvéseket, hogy mondjuk azt mondja a baloldali ellenzék, hogy Magyarországon diktatúra van, Orbán diktátor, és akkor e köré próbáljunk meg építeni dolgokat, és hogy ez elég lesz ez a történet. Közben meg jön egy kormány, aki meg azt mondja, hogy itt van a pandémia, védekezni kell ellene. Itt van mondjuk, akár csak Afganisztánból indulunk ki, megint megindul a migráns áradat, védekezni kell ellene. Itt van Brüsszel, aki visszatartja a forrásokat, és így tovább. Hát az, én ezeket a dolgokat jóval erősebbnek érzem. Engedjétek meg, hogy hozzak be két új konkrétumot. Itt jutott most közben eszembe, miközben hallgattalak titeket. Ugye azt mondta a Géfodó Gábor, hogy olyan ügyeket kell behozni kommunikációs szempontból, ami találatot hát hoz, vagy találatot hozhat. Persze. És nagyon érdekes volt, mert arról beszélgetünk a Pegazus ügy kapcsán, hogy nincs bizonyíték, hogy egyelőre nem lehet bizonyítani, stb. És volt két olyan ügy a Fidesz házatáján, amit egy ország látott. Az egyik a Szájer ügy, amiről sokan azt gondolták, hogy megtépázhatja a Fidesznek a népszerűségét. Ugye itt volt, bőven láthattuk az erre vonatkozó képeket, meg a Borkai ügy. De csak azért hozom be a Pegazus ügyjel párhuzamosan, mert hogy ott tényleg mindenki láthatta, hogy egy valós ügyről van szó. És te azt mondtad erre egy interjúban, hogy oké, a Borkai ügy kapcsán, hogy oké, de már nem része ugye ennek a közösségnek, kikerült ebből. És akkor erre azt lehetne persze továbbvinni gondolatmenetben, vagy akár a Szájer ügyjel kapcsolatban is, hogy mint amit egyébként fideszes politikusok el is mondtak, hogy ezeket az ügyeket korábban is tudták. Tehát, hogy benne volt ez a köztudatban, a Borkai történet is, annak különböző szálai természetesen, meg a Szájer ügynek is. Ez nem olyan mondjuk az ellenzék számára, amit találat lehetett volna? Azért kérdezem ezt, mert ez nyilván sokkal húsba vágóbb történet. Picit értem, hogy egy picit magánügy és nem feltétlenül a klasszikus nagy politikai ügyek története, na de azért mégis. Óriási nagy felháborodás volt, tulajdonképpen hetekig tematizálta mondjuk a közbeszédet egy Szájer ügy. Szerintem a Borkai ügy nem csak hogy tematizálta a hetekig a közbeszédet, hanem jelentős szerepe volt abban, hogy az önkormányzati választáson az ellenzék azt az eredményt érte el, amit tehát pozitív, az ellenzék szemszögéből pozitív eredmény. Mert ugye a Borkai ügy kirobbanásáig én úgy éreztem, hogy az ellenzék igazából el fogja veszíteni az önkormányzati választásokat. Nagyon bénultnak tűnt a kampány, és a Borkai ügy után történt egy ilyen lélektani fordulat talán, és átment offenzívába az ellenzék. Nem a saját teljesítménye, hanem Borkai Zsolt botránya miatt, és a fővárosban is úgy érzem, hogy ez komolyan hozzájárult, és több városban és is nagyon érdekes az eredmény megfordulása, ami azt üzeni, hogy úgy tűnik, hogy ez politikailag működik. De itt akkor tegyünk fel egy kérdést, hogy mikor robbannak ki ezek az ügyek? Ugye a Borkai ügy az már hónapok óta ott keringett a valahol az éterben, különféle szereplők kezében, és az önkormányzati választás előtt jön ki. A Szájer ügy most már nem tudom, melyik Európai Uniós vita folyt éppen a kormány és Brüsszel között, amikor kihozták. Költségvetési vita volt, tehát hogy látni kell, hogy ezeket az ügyeket betározzák, és az adott politikai pillanatban hozzák elő, és úgy tűnik, hogy működik. Tehát ha olyan ügyeket keresünk, ami találatot ér, akkor úgy tűnik, hogy ezek találatot érnek, és ebből kifolyólag én ezt többször mondtam már, hogy a 2022-es választásokon is arra lehet számítani, hogy ilyen ügyekkel szembe fogunk találkozni. Annyi különbséggel szerintem, hogy itt mind a két ugye a Fidesz ügye volt, vagy a Fidesz volt az elszenvedője. Szerintem a 2022-es választásokon ez kiegyenlít
telítettebb lesz. Tehát, hogy lesz egy apokaliptikus pornó kampányon, így fogalmaztam az egyik műsorban, ahol mind a két oldal előhívja majd a maga kis botrányait, ami lehet, hogy képes arra, hogy a választási kampány utolsó heteiben lélektani tendenciákat vagy folyamatokat megfordítson. Tehát úgy értettem, hogy egy jó időzítéssel egy ilyen ügynek a bedobása, az akár megfordíthat eredményeket is. Csak két megjegyzésem van. Az egyik, hogy amit Gábor elmondott, az tulajdonképpen igazolja, hogy a Pegazus ügy miért sikertelen, és hát rosszul időzített nyár, stb. Tehát amit elmondtam, a másik. De nem cáfolja azt, hogy igaz-e vagy sem. Bocs. De a természeténél fogva nem is juthatunk ilyen állításokhoz. És ezt mindenkinek tudnia kell, mert a nemzetbiztonsági kérdések, azok nem magyar specifikumok. A világ valamennyi országában a nemzetbiztonsági kérdések, azok speciális esetei a politikai ügyeknek. Tehát ezt tudnia kell annak, aki ebből politikai hasznot akar formálni. A másik dolog, hogy apokaliptikus pornó kampány. Jól hangzik, de hogy hát a Szájer ügy után nehéz már fokozni a feszültséget. Hát ezt akartam mondani, hogy hát az inger küszöb kérdése. Tehát szerintem itt azért az emberek inger küszöbe egyre magasabbra tolódik. Itt kell, hogy egy nagy levegőt vegyünk megint, de innen fogjuk folytatni, ígérem, az inger küszöbnél, mert hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, meg hát a pornó kampány is szerintem fontos, úgyhogy már is folytatjuk. Beszóló. Interaktív kibeszélősó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes. És már is itt vagyunk, újra folytatjuk a beszólót, továbbra is itt van Vona Gábor és G. Fodor Gábor is, és arról beszélgettünk egy pár perccel ezelőtt a szünetig, hogy a Szájer ügynek, Borkai ügynek egyáltalán nőügyeknek, picit bulvárosabb történeteknek fogalmazunk, így mennyire lehet jelentősége, hogyan kell ezt kommunikálni, és ezt csak azért hozom ide, vagy ez a kérdésem, mert éppen arról is beszélgettünk az előbb, hogy mondjuk Nyugat-Európában az, hogy ilyen típusú botrányok vannak, ez szinte mindennapos, tehát hozzá vannak szokva a választópolgárok, hogy ilyesmi bárkivel, bármikor előfordulhat. Szerintem itt Magyarországon kevésbé voltunk ehhez hozzászokva, azért egy Szájer ügy apropóján tényleg fölkaptuk szerintem a fejünk több szempontból is, és az érdekes az volt, hogy sokan azt jósolták, hogy na, ha valamitől, akkor ettől a Fidesznek mondjuk a támogatottsága beeshet esetleg, vagy visszaeshet. Hát nem ez történt, miközben tényleg egy olyan ügyről beszélünk, amire szerintem senki nem számított. Erre mondjuk egy Fidesz kommunikációs csapat sem tud felkészülni. Nem tudom, miért rám mutattál. Én se tudom, tényleg. Erre a dologra, hát szerintem világos, hogy miért nem lett ennek komoly hatása a Fidesz népszerűségére, azért mert nem mindegy, hogy az adott ügy mit vált ki. És szerintem ez az ügy a megjelenítésén elfogva igazából egy, tehát azt gondolta mindenki, hogy ez vicces. Tehát az Eres csatorna ezt az egészet viccessé tette, és nem morális felháborodás lett a következmény. A morális felháborodás az pusztítóbb, mint a viccesség. Ez másképp van egyébként egy politikusnál, mert hogyha egy politikus komolytalan, akkor annak vége, tehát hogyha lehet rajta viccelni, akkor ott komoly áldozatok vannak. De egy ügynél, amikor tulajdonképpen hát mindenki ezen ironizált, nem tud olyan pusztító lenni, mintha egy morális felháborodáshoz. Tehát magyarán így nevettünk egy jót rajta, és ezzel túl is jutottunk rajta. Nem ez történt. Nem ez történt. Ezzel szemben itt van Öszöd. 15 év után is a morális felháborodás hangján beszélünk erről a történetről, legalábbis az ország nagyobbik része. Ez egy teljesen más botrány, teljesen más ügy. És amit meg kérdezel, vagy vizionálsz, hogy lesznek-e ilyen személyes ügyek, ez biztos lesznek, de hogy ez, mert hogy ez a politika természete, de ez azzal magyarázható, hogy a politikust egyszerre érezzük olyannak, mint aki egy közülünk, meg hogy azért mégis legyen különb. És amikor megjelenik róla valami olyan durva dolog, amit nem tartunk elképzelhetőnek, akkor a különb jellemvonása elkezd leszállni. És ezért élnek a politikai pártok, erők mindenhol a világon ilyen típusú ügyekkel, mert hát sebeket akarnak ejteni. Hát a kampány arról is szól, hogy sebeket ejtenek egymáson. Én itt külön választanám a Borkai ügyet meg a Szájer ügyet, mert szerintem a Borkai ügynek volt politikai következménye vagy hatás, ugye erre utaltam is az előbb, a Szájer ügynek viszont nem. A Szájer ügynek az egy magánéleti botrány volt,
Na jó, de azért Szál Józsefnek a személye, meg az, amit tett, ez a része volt, hogy most akkor hogy ő részt vett a Fidesz politikájában, ő írta az alaptörvényt, közben meg, tehát voltak ilyen, de azért ez nem volt annyira erős, mint a Borkai Zsoltnál, ahol nem maga a szexuális tevékenység volt ugye a botrányos, hanem ahogy az megtörtént, ahol megtörtént, amilyen módon megtörtént, és annak már szerintem van politikai következménye. Tehát hogyha kicsit magam ellen is beszélek, hogy ezt jó ütemben, mármint az ellen, amit előbb mondtam, hogy ezeknek az ügyeknek jó ütemben betéve lehet politikai befolyásoló ereje, de hogyha ennek kizárólag ilyen magánéleti, szexuális tartalma van, azt szerintem hatástalan az emberek számára, akkor azon mosolyognak, nevetnek, politikai szavazatbeli hatása nincs, egyetlen egy hatása viszont lehet, az adott szereplő bénítása. Tehát, hogy mondjuk egy kínos, kellemetlen sztori kijön valakiről mondjuk egy kampányidőszakban, az megtörheti a lendületét, pszichésen megterhelheti, a családjával való kapcsolatát meggyengíteti, és nyilván egy kampányidőszakban ez egy politikus számára nem egyszerű helyzetet teremthet. De én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül lesznek ilyen ügyek, nem is azért, mert ez szavazatokat hozhat, hanem mivel a szellem ki lett szabadítva a palackból, szerintem mindenki preventíven fölkészül, és ha valaki egyszer megnyomja az egyik oldalon a gombot, akkor a másik is meg fogja nyomni, és akkor mindenki lényegében nem tud nyerni ebben a küzdelemben. Tehát pont emiatt nem lehet, hogy emiatt nem fogják megnyomni, mert azt mondja, hogy ha én nem nyomom meg, akkor te sem nyomod meg. Ez tehát is pont ez is lehet, láthatjuk. Ez is lehet. Vagy nem nyom meg senki a gombot, és akkor úgymond a magyar társadalom is megúszza, hogy ezen közösen kelljen átmennünk, meg az illető személyek is. Vagy pedig valaki megnyomja a gombot, és akkor aztán minden mocskos lesz, meg minden sáros lesz, és akkor az lesz nagyjából a következménye így társadalmi percepció tekintetében, hogy jó, hát emberek vagyunk mindannyian, mindenhol vannak itt ilyen olyan dolgok, de nézzük akkor, kinek milyen jövőképe van, és kinek milyen narratívája. Hagy kapcsolódjak ehhez, hogy engem jobban zavar ennél valami. Mert hogy amerikai, nyugat-európai politikai életének arról szól, hogy egy politikus kap apait, anyait, nem köszöni meg, mert tényleg mindent állítanak róla, meg az ellenkezőjét is. De egy valami történt szerintem a magyar politikai életben, ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy a közbeszéd színvonala süllyedt le. És engem jobban zavar az, ahogy ma a politikusok egy része megszólal a közügyeinkről, meg az ellenfeléről. Mert az, hogy vannak ilyen ügyek, botrányok, hogy van kampány, ami szerintem a demokratikus politikai verseny velejárója, és a kampány az szerintem mindenhol bizonyos értelemben csúnya dolog, az természetes, de ahogy megszólalnak a politikusok, mondjunk már konkrét példát. Nem akarok mondani konkrét példát, mert... túl sok van, vagy nehéz? Van egy szerepfelfogás, Gábornak biztos több tapasztalata van róla, például a Jakab Péter, ahogy beszél, hogy én nem értem... Nem akartál példát mondani, de kicsúszott. Igen, de nem a nevét nem akartam kimondani, hanem a konkrét mondatokat. Hogy én értem, hogy ő a nép embere, meg hogy a egyszerű gyermeke a magyar társadalomnak, de szerintem van egy súlyos félreértés. Az emberek nem így beszélnek. Nem így beszélnek. Ez egy tévesztés, és ha igaz az, hogy a politikus külön tőlünk, meg mégis egy közülünk, akkor ahogy beszél egy politikus, az lealacsonyító is lehet. És nem kell megállnom a Jakab Péternél. Nekem az a problémám, hogy valahogy hiányzik az, hogy a politikáról egy megemelt szinten beszéljünk, közös céljainkról, de az ellenfélről is. Ez szerintem szörnyű, amit különösen az elmúlt egy-két évben történik a politikai retorikában. Én ezzel maximálisan egyetértek azzal a kitétellel, vagy azzal az árnyalattal, hogy hát ezt én nem tolnám egyedül és kizárólag az ellenzéki oldal felelősségére, vagy az ellenzéki oldalra. Tehát azért szerintem a kormánypárt részéről, sőt én mondok példát is, akár maga a miniszterelnök részéről is voltak és vannak olyan mondatok, amelyek nem méltóak mondjuk egy miniszterelnökhöz, vagy nem méltóak az országgyűléshez. És ilyen értelemben most megint kereshetjük, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, ki kezdte el, a Fidesz kezdte el, vagy az ellenzék kezdte el. Engem nem is az érdekel, hogy ki kezdte el, az zavar, engem meg az zavar, hogy senki sem akar ebből kilépni. Tehát, hogy jól láthatóan a kormány is jól érzi magát ebben az iszabb birkózásban, a kormány is jól érzi magát ebben a kocsmai stílusban mellett, nyilván azért mégiscsak ő van kormányon, ő tud keményebben visszaütni. És engem ez zavar, és itt az ellenzékkel kapcsolatban komoly kritikám van, tehát hogy szerintem Orbán Viktort nem lefelé kell megelőzni. Tehát, hogy amikor Jakab Péter megpróbál lemenni egy ilyen kocsmai verekedés szintjére Orbán Viktorral szemben, abban ő lehet, hogy megszólít valakiket, és szerintem vannak olyan emberek, akik így beszélnek, és vannak olyan emberek, akiknek ez tetszik, sajnos,
De ezzel Orbán Viktort nem tudja legyőzni. Szerintem Orbán Viktort, ha valaki le akarná győzni, akkor meg kéne próbálni felülről megelőzni őt, és valahogy azt bebizonyít, hogy Orbán Viktor nem méltó a miniszterelnöki feladatra, ellentétben velünk, velem, stb. Stb. Ilyen nincs. Tehát ilyen szintű kihívás, úgy tűnik, hogy nem akar senki Orbán Viktor felé intézni. Ez képességbeli probléma. Hogy képességbeli probléma-e, vagy stratégiai tévedés. Hát hőbörögni könnyebb belekötni a másikba. Hozzak akkor ide egy választ talán arra, amit az előbb felvetettél, ugye itt a vita kérdése például Orbán Viktor esetében. Ugye most egyre többen vetik fel, hogy lesz-e például miniszterelnöki vita. Mondjuk Orbán Viktor kiáll-e vitázni majd az ellenzék miniszterelnök jelöltjével. És csak azért hoztam ide, mert ez mondjuk lehetne egy olyan fórum, vagy egy olyan platform, ahol lehetne vitázni, ütközhetnének a nézetek. Ugye Orbán Viktor nagyon régóta nem állt ki vitára, bár volt erre felkérés. Ha most jósolni kéne, vajon ki fog állni, ha lesz ilyen típusú felkérés, vagy kell-e, hogy kiálljon? Egy történetet, most már így a két órás műsor vége felé úgy is elveszítettük a hallgatókat, tehát egy Plutarkosz történetről van szó, hogy megütközik a római sereg a barbárokkal, és a barbárok megpróbálják tűz alá venni a római sereget, de nem sikerül az öreg tábornokot arra rábírni, hogy ő támadjon. És akkor kiáll az öreg tábornok, és mondja, hogy hát érd el, hogy megtámadjulak. Hát ugyanez a helyzet. Egy politikai teljesítmény kellene ahhoz, hogy rábírják arra, rákényszerítsék arra. De mit értünk politikai teljesítményen most ebben a konkrét helyzetben? Én le tudom talán fordítani azt, amit a Gábor Plutarkhozba csomagolt. Szerintem itt egyszerűen arról van szó, hogy Orbán Viktornak amíg nem érdeke, hogy egy ilyen vitára kijön, addig nem fog kiállni. Tehát neki akkor lenne ez érdeke, hogyha ő nem csak veszíteni tudna egy ilyen vitával. Az a helyzet, hogy Orbán Viktor az elmúlt ciklusokban egy ilyen vitára való kiállással csak veszíteni tudott volna, már azzal, hogy kiáll valakivel, hiszen magához emelt volna bárkit is. Most nehezebb helyzet, mert korábban, amikor még én is ugye a politikában aktív szereplő voltam, Orbán Viktor azt tudta mondani, hogy hát, hogy kivel állja ki? Hát itt van LMP, van Jobbik, van MSZP, ki az ellenfél, döntsétek el. Most elvileg az ellenzék ezt el fogja dönteni, tehát nehezebb lesz kibújni a vita elől, de én ezzel együtt is azt gondolom, hogy Orbán Viktornak akkor lesz csak érdeke kiállni a vitára, hogyha a számok, a mutatók úgy alakulnak, hogy neki be kell hozni lemaradás, és nem pedig az ellenzék a nyomában. De mit értesz ezzel, hogy olyan lesznek a számok? Ugye most mindenféle közvéleménykutatási adat elég kiegyensúlyozottnak mutatja az ellenzék támogatottságát, illetve a kormánypárt támogatottságát. Tehát minek kell ahhoz történnie, hogy érdeke legyen? Szerintem annak, hogy az ellenzék egy stabilabb vezetés tegyen szert, azt talán esetleg rábírhatná Orbán Viktort erre a vitára, de itt a Plutarkosz történethez visszatérve nagyon-nagyon jó kép volt, nagyon jó metaforája volt mindannak, ami most történik. Engem az bánt ebben, hogy Magyarországon az elmúlt 30 évben nem szilárdult meg egy olyan politikai kultúra, ahol nem kéne erről beszélgetnünk. Tehát ahol nem számítana eleve vereségnek egy regnáló miniszterelnök részéről, hogyha ő esetleg leereszkedik az ellenzék részére, hanem az a politikai kultúra része lenne mindkét oldalon elvárt módon, és nem kéne ezáltal így taktikázni, hanem mindenki arra készülne, hogy majd az aktuális szereplőkkel vitát kell folytatnom. Hát néztem ezt a német kancellárvitát. Hát itt egy értelmes mondat nem hangzott el, tehát aminek politikai, hogy mondjam, tehát a politikán túlmenően jelentősége lenne. Tehát, hogy azért jó, hogy volt szerintem. Tehát, hogy én azt gondolom, biztos, ez része kellene, hogy legyen a politikai fetisisztáknak. Biztos, de ez egy másik kérdés, nem, hogy jól sikerült, vagy rosszul, de legalább volt. Hát, tehát ez egy következő kérdés. Igen, de van helyette más. Nekünk meg vannak helyette más politikai innovációink, meg intézményeink, akár akkor ne a kormányról beszéljek, itt van ez a csodálatos előválasztás, ahol egyébként láthattuk, hogy a vita az nem vita. Tehát, hogy érdekes dolgok vannak itt. Én azt gondolom, hogy olyanok után tehát ez olyan, akkor életképet hozok fel, mintha egy régi szerelmes után vágyakoznak. De Gábor, mondj nekem egy országot, ahol nincs politikai vita a választások előtt. De van politikai vita. De akkor konkretizálom. Most te egy intézményt hiányolsz a miniszterelnöki vitát. Így van. Én meg erre azt mondtam, hogy érjék el. De jó, de van-e olyan ország, ahol, én nem tudok ilyenről, azért kérdezem, Európában, az Európai Unió tagállamai között, ahol nem egyértelmű, hogy egy ilyen vitának sort kell, vagy egy ilyen vitára sort kell keríteni. Szerintem nincs ilyen ország, Magyarországot leszámítva. Most nem értem a kérdésedet, hát hogy mondod, hogy mindenhol vitatkozik a miniszterelnök. Szerintem nem. Szerintem meg igen. De nyilván nem lehet, hogy neked van igazad, de én azt gondolom, hogy ez úgy általában egy ilyen ugye európai norma. Ez egy amerikai intézmény volt eredetileg. Tehát, hogy... Világhódító körútra indult.
De hogy mondjam, ez nem egy közjogi intézmény. Azt nem mondtam. Igen, de hogy azt mondom, amikor a felháborodással tekintünk arra, hogy miért nem áll, vagy ül le a regnáló miniszterelnök a kihívóival, akkor úgy érzem ezt a felháborodást, minthogyha meg tudnánk indokolni, hogy ennek lennie kellene, mert hogy legalább úgy be van betonozva a politikai kultúra szövetében, mintha egy közjogi intézményről lenne szó. De mivel nem neki. Az, mivel nem az, ezért én nem tudok más mondani, mint amit a képpel elmondtam, hogy hát érjék el. De szerinted az nem volna jó, hogyha akár a közjogi intézményben nem is észre lenne, hogy lényegében szabályozva lenne a választójogi törvényben, akár vagy bármilyen más törvényben, vonatkozó törvényben, hogy egy ilyen vitára ekkor és ekkor ilyen feltételekkel sort kell keríteni. Szerintem ez inkább erősíteni a magyar demokráciát, mint gyengíteni. Hát a német példa arra volt jó, hogy azt gondolom, hogy üres beszéd. Tehát, hogy attól, hogy a politikai kultúra részévé vált ott, és ott megütköztek egymással a felek, üres beszéd volt ennek a műfaja. Na de de annak van jelentősége, hát ezt most nem menjünk el ebbe az irányba, de hát az amerikai elnök választás esetében ezeknek a vitáknak lehet jelentősége. Most is borzalmas akár a végeredmény kimenetelét tekintve, úgyhogy ezért ez valóban része lehetne. Még egy dolgot nagyon-nagyon szeretnék behozni a műsor végére, mert tényleg nagyon-nagyon elszaladta a műsoridőnk, és az szintén kommunikáció, az maga a kampány, a Fidesznek a kampány, ez bizonyos Gyurcsány kampány, ami zajlik. És ugye itt felvetődött már 2006 története, hogy erről mit gondoltok olyan értelemben, ugye azt mondtad, hogy ez olyan kampányokat kell folytatni, nagyon egyszerű és könnyen kommunikálható. Hát Gyurcsány, én azért mondom Gyurcsány kampánynak, mert ez egy nagyon-nagyon tudatosan felépített kampány, annak minden formáját láthatjuk, hogy ez hogy működik. Ezek szerint működőképes még most is? Rá lehet építeni tulajdonképpen egy teljes választási kampányt egy személyre ilyen értelemben? Úgy érzem magam, mint Don Quixote. Mert most megint az az érzésem, hogy hát a csúnya gonosz Fidesz kitalálta Gyurcsány Ferencet, de nem találta ki. Hát az az ember, aki elmondta 15 évvel ezelőtt a egyébként morális felháborodás kiváltó beszédét, az ma meghatározó szereplő a baloldalon. És arra is van logikus érv, hogy miért tűnik jó tippnek Karácsony Gergelyre fogadni, azért, mert az az ember egy 1%-os pártnak az élén áll, nincs önálló akarata, nincs ereje, azt lehet vele csinálni, amit csak akar Gyurcsány Ferenc. Hát az ez a Fidesznek a retorikája. De, ez nem, tulajdonképpen. De azt akarom mondani, hogy tehát a migránsokat nem találták ki. Sorost nem találták ki. Gyurcsány Ferencet nem találták ki. Ez a helyzet. Tehát hogy az pedig, hogy akkor beszéljünk a kommunikációról, ami a kampány része, az valóban egy ügyes dolog, hogyha valaki azt állítja, hogy stop Gyurcsány, stop Karácsony. Mert az emberek fejébe összeköti a neveket. De ez maga csak a technológia. De a mögötte lévő gondolat az a valósággal áll összefüggésben. Nem így lenne, nem működne. És ez egy nagyon fontos dolog, és állandóan el kell mondanom a ellenzéki vitapartnereimnek is, akik mindig azzal dobálóznak, hogy ilyen kommunikációs trükk, meg olyan kommunikációs trükk, egy pontig lehet kitalálni, vagy feltalálni a valóságot. De a politikában ez mindig megbünteti magát, ha ez nem érintkezik a józanésszel, a hétköznapi tényekkel, a valósággal. Hát itt most azért vagyok nehéz helyzetben, mert egyetértek a Gáborral, tehát abban az értelemben, hogy a migrációnál, meg Soros kampánynál elmondtam, hogy bár létező problémák, de nagyobb rész lufik. Szerintem Gyurcsány Ferencre azért lehet nagyon jó kampányt építeni 2022-ben, mert valóban ő az ellenzék legpotensebb szereplője jelen pillanatban. Tehát egyrészt ő vezeti azt a pártot, amelyik a legerősebb párt. Na de nem miniszterelnök jelölt mondjuk. Világos, de azért az egyik miniszterelnök jelölt, aki valószínűleg a másik fordulóban is ott lesz, az az ő felesége és a DK jelöltje. Másrészt pedig a többi szereplő politikai súly tekintetében jócskán elmarad Gyurcsány Ferenctől. Tehát hogy én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek a de ezt mire alapozod? Mire alapozod ez csak elmarad? Egy percepció részemről, ez csak egy érzet nyilván. De valószínűleg nem véletlenül érzem én is, mint aki egyébként nem vagyok kormánypárti, tehát én kormányváltást szeretnék, csak azt látom, hogy ennek a kormányváltásnak nem feltétlenül Orbán Viktor az egyedüli akadálya, hanem ennek a kormányváltásnak Gyurcsány Ferenc is az akadálya, aki lényegében tálcán kínálja a Fidesz számára a kommunikáció stratégiát, hiszen a Fidesz 2,5 milliós tábora, vagy 3 milliós, vagy nem tudom mennyi,
aminek végső a Fidesznek ennyi elég bőven. Ezt a szavazó bázist elviszi az urnákhoz 2022-ben, megnyerte a választást. Lehet, hogy megint kétharmaddal. És ez a szavazó bázis most már 15 éve, 2006 óta, 15 éve Gyurcsány Ferenccel szemben van kondicionálva. Tehát számukra még új stratégiákat se kell kitalálni, lényegében egy ilyen könnyített pályán el kell mondani, hogy gyerekek, itt van megint Gyurcsány Ferenc, és tényleg itt van megint Gyurcsány Ferenc, mert jelen pillanatban az ellenzék legerősebb szereplője. Tehát szerintem Gyurcsány Ferenc, amikor arról beszélünk, hogy ő nagyon komoly önmérsékletről tesz tanúbizonyságot azzal, hogy nem vállal politikai szerepet, meg stb. Ezek nagyon szép, meg nagyon jól hangzó dolgok, de a valóság az, hogy szerintem mindenki érzi, aki egy picit is objektíven tudja ezt szemlélni, ezt a folyamatot, hogy ő irányítja az ellenzék mozgását. Hogyha lehet adni egy tippet, hogy miért nem lesz miniszterelnöki vita? Hát Orbán Viktor milyen feltételek között ülhet le Gyurcsány Ferenccel vitatkozni? De Gyurcsány Ferenc nincs a képben. Ebben nem esik bele. Ki a fő mozgató? Ki az erős ember? Végül is, ha igaz, tartható az az érvelésem, hogyha mondjuk Karácsony Gergely, vagy tök mindegy, egyébként tök mindegy, hogy ki, az illeszkedik a Gyurcsány forgatókönyvébe. Ez egy pozíciót jelent, hogy valaki elindul miniszterelnök jelöltként Orbán Viktorral szemben, de ki dönt? Nem ez a politika legfontosabb kérdése? Félrejtés ne esik, nekem nem tisztem megvédeni semmilyen formában se Gyurcsány Ferencet, se senkit, de azért az a Fidesznek a retorikája, amit most itt hallunk, ugye, hogy Gyurcsány Ferenc irányít. De én nem vagyok a Fidesz, hogy a Gáborról még talán lehet azt mondani, hogy ő a Fidesz retorikáját. Én csak azt mondom, hogy engem senki nem vádol. Én egyszerűen ezt az értett haragszom hangján mondom, mert hogy azt látom, hogy az ellenzék számára az egyik legsúlyosabb tehertétel az, hogy a Gyurcsány árnyékkal megküzdjön, és ugye ezt ráadásul megküzdött az ellenzék arra célzok, amiről te is nagyon sokat beszéltél, hogy ugye létrejött például egy Jobbik DK paktum. Hát erről akarok beszélni. Hát, hogy itt valójában az előválasztás legelején, vagy amikor még az előválasztásról csak úgy beszélni lehetett, úgy tűnt, hogy kialakul egy ötpárti konszenzus a DK-val és Gyurcsány Ferenccel szemben az ellenzéki pártok között, hogy ott van a DK, ott van Gyurcsány Ferenc, de marginalizáljuk, amennyire lehet. És ebből az ötös fogadból lényegében nem is az MSZP lépett ki, vagy nem is Karácsony Gergely, hanem a Jobbik nyújtott mentővet Gyurcsány Ferencnek, a Jobbik kötött egy paktumot a DK-val. Miért tette ezt? Miért jó ez a Jobbik? Számomra morálisan nyilván vállalatlan, amit történt, de azt is el kell mondjam, hogy taktikailag meg zseniális húzás volt, mert a két legerősebb párt, a Jobbik és a DK az ellenzéken belül le tudta osztani a lapokat, és innentől kezdve az ellenzéki pozíciókat ők dominálják. Akárki is nyeri a miniszterelnök jelölt választást, a legtöbb ellenzéki képviselő az a DK Jobbik színeiben lesz jelen az országgyűlésben, akár ellenzékben, akár kormányon, és hogyha ez a kettős szövetség, ami a DK és a Jobbik között létrejött, fenntartható, akkor ez a két párt fogja dominálni az ellenzéket, illetve hát az egyébként kommunikációs szempontból, és most már tényleg csak pár percünk maradt hátra, csak nagyon kíváncsi vagyok, mit gondoltok arról a kommunikációról, ami azért megvan a Fidesz részéről. Ugye a Karácsony Gergellyel szemben is van a úgymond alkalmatlanság kampány, amit tulajdonképpen nagyon-nagyon sokszor hallunk, tehát az is ezért létezik, és Jakab Péterrel szemben ugye ott a bohóc szöveg az, amit leginkább hallunk. Ez mennyire működik, és mennyire áll össze így mondjuk komplex képpé, akár a Gyurcsány kampánnyal együtt? Hát most azt kérdezed, hogy működik-e, hogy valakit egy politikai erő hogyan nevezel? Igen. Hát szerintem a számokból az derül ki eddig, hogy működik. Azért működik, mert hogy megint, tehát mondjuk az, hogy valakit bohócnak neveznek, és ahogy viselkedik, e között megteremthető a kapcsolat. Ha valaki hiperkomolyan viselkedne a parlamentben, és nem lehetne ilyen feltételezésekkel állni, vagy előállni, akkor nem működne ez az elnevezés. Tehát egész egyszerűen azt akarom mondani, hogy szerintem a politika egy komoly szakma. Az, hogy mit mond egy politikus, vagy mi van ráírva az óriás plakátra, meg akiről mondja, ha e között nagy távolság van, akkor az bukás, az nem működik. Tehát a kommunikáció, sokatszor mondom ebben a két órában, nem az, hogy kitalálnak valamit a politika meg a valóság fölött, hanem jól eltalálják-e azt, ami van. És szerintem engem az elmúlt 11 év arról győzött meg, hogy a Fidesz ebben mindenképpen az ellenfelei előtt áll, jár. Ami az ellenzéki szereplőknek a fideszes kommunikációban való megjelenítését illeti, én ott abból azt olvasom ki,
hogy a Fidesz valójában Karácsony Gergelytől tart a legjobban. És szerintem egyébként joggal is, vagy okkal is. Egyrészt ő Budapesten már legyőzte a Fideszt, még a Tarlós személyében is, de arra adott egy nagyon fontos győzelmet Budapesten Karácsony Gergely. Másrészt ő mögötte van a legkomolyabb holdudvar, és az ő karaktere az, bármennyire is próbálja a Fidesz az alkalmatlan karácsony képét sugározni, az ő karaktere az, aki szerintem a legnagyobb konszenzus tudja teremteni DK-tól Jobbikig, és szerintem ami Karácsony Gergellyel szemben zajlik, az egy preventív kampány. Uh-huh. Tehát lényegében azt szeretné a Fidesz elérni, hogy Karácsony Gergely, aki az én hipotézisem szerint nagy valószínűséggel megnyeri majd az előválasztást, az előválasztási győztes szerepében már ne egy dicső ruhában és fegyverzetben érkezzen, hanem már egy leharcolt Karácsony Gergely nyelje meg az előválasztásokat, aki ezáltal nem tud majd dinamikát adni, mármint a Fidesz tervei szerint a kampánynak. Ugye szerintem nagyon-nagyon nagy kérdés lesz, hogy Karácsony Gergely azon túl, hogy megnyerje az előválasztást, milyen állapotban nyeri meg, tehát hogy lesz-e egy potens szereplője az ellenzéknek, vagy egy Fidesz által szétlőtt szereplő lesz. Gábor nem véletlenül volt politikus, szerintem ez történik, de ez nem meglepő. Tehát ez a politikai kampányoknak a természet. Azért Gáborral szemben is voltak különféle politikai kampányok a Fidesz részéről, és ez csak zárójelben jegyeztem meg természetesen. Ebben sincsen semmi meglepő dolog. Tehát aki én azért meglepődtem egyszer-kétszer. Hát azért ugye ott annyit tegyünk hozzá a történethez, hogy ezért ott egy csomó olyan dolog is felvetődött, amiről sokat kiderült utólag, hogy nem volt igaz. De hát ez csak szerintem tényleg mellékszám. Az a politikai kampányoknak egy alapszabálya, hogy aki felemeli a fejét arra, mint egy palacsintasütővel rá kell ütni. Itt ez az ember, a Karácsony Gergely elindított egy olyan kampányt, hogy már a külső dramaturgiai feltételei azt engedték következtetni, hogy ő kihagyja egyébként az előválasztásnak nevezett játékot, és ő már elhiszi, hogy ő a kihívója Orbán Viktornak. Ezt a többi jelöltnél is láthattuk ezt a fajta kommunikációt. Nem tudom, azért. Aki azért figyelmesen megnézte a dramaturgiát, az érezhette, hogy így is lett felvezetve a történet, ahogy a ceremóniamester felvezette a porondra ezt az embert. És hogy persze, hogy leharcolják. De van mivel. A probléma az, hogy van mivel, és ráadásul olyan dolgokkal, amelyek az emberek számára érthetőek. És itt nem a nyelvtudás hiányára gondolok, hanem a kis hazug karakterre, hogy ezeket elmismásolja az egyetemi pályafutásától kezdve a nyelvtudáson keresztül, és ez az emberek számára érthető, mert a hétköznapi életeikben találkoznak ilyen kis hazug karakterekkel. Ez a magyarázata annak, hogy egyébként az elutasítottsága annak az embernek, akiről azt gondolták, hogy ilyen villámkarriert indít el, ahogy megjelenik, bejelenti az indulását, így megy lefelé. Az elutasítottsága történelmi mélységekben van, és ez nem azért, mert a Fidesz kreálta az elutasítottságát, hanem az emberek véleménye változott meg arról a jelöltről, aki azt gondolta, hogy bársonyszőnyeg vezet a jövő évi tavaszi megmérettetésig. Mondjuk ebből a szempontból erre föl lehet építeni egy ilyen típusú kampányt, hogy van, nem tudom, és azért ezekre mondjuk Karácsony Gergely mindig reagált, tehát mondjuk a diplomájától kezdve, meg a nyelvvizsgájára, tehát hogy azért ez szinte majdhogy nem méltatlan, hogyan nem? Reagált? Hát nem hiszem, hogy méltatlan lenne. Hogy mondjak egy másik példát, hogy ne Karácsony személyéről beszéljünk. Itt volt ez az előválasztásos, hacker támadásos, akármi, informatikai rendszer leállása. Hát hogy lehet valaki annyira képtelen, hogy mondjam, ügyetlen a politikában, hogy délelőtt más mond, mint amit délután mond. Tehát, hogyha én nem megyek haza ma, és azt mondom, hogy meccsen voltam a barátommal, akkor ragaszkodok ehhez az állításomhoz. De aki más mond délelőtt, meg más mond délután, ugyanezt történt Karácsony Gergellyel is. A megfogalmazott vádakra mismás volt, ezt mondta, azt mondta, később más mondott, majd nem is fontos. Az emberek úgy érzik, hogyha nincsen egy határozott válaszod ezekre a kritikákra, akkor ott van valami. És ez viszi lejjebb szerintem ennek a jelöltnek a támogatottságát. Egy percünk maradt. Egy percbe bele fogok férni, csak azt mondom, hogy szerintem nagyon korai Karácsony Gergelyről most ilyen sommás ítéleteket mondani, hogy így megy lefelé a népszerűsége. Most egy előválasztás van, megnyílt más szereplők számára is a képlet. Ha véget ért az előválasztás, és amennyiben Karácsony Gergely nyert, szerintem ott fog eldőlni majd Karácsony Gergely valódi ereje, hiszen akkor az ellenzék jó
eséllyel mögé fog besorakozni, és hogy azzal a szituációval, azzal az erővel, azzal a felhatalmazással mit tud majd kezdeni, az dönti el az ő politikai karakterét. Nyilván a Fidesz körében nem lesz népszerűbb, az biztos. A kérdés igazából az lesz, hogy az ellenzék táborában lesz olyan népszerű, amire szükség van a győzelemhez. Puh, hát szerintem nagyon-nagyon sok kérdést megmaradt még bennünk, meg nagyon sok mindenről tudtunk valamíg beszélgetni, úgyhogy elképzelhető, hogy ha úgy adódik, és ti is benne vagytok, akár még folytathatjuk ezeket a beszélgetéseket, mert szerintem lesz téma bőven. Én nagyon szépen köszönöm Vona Gábornak, a Második Reformkor Alapítvány vezetőjének és G. Fodor Gábornak, a 21. század intézet stratégiai igazgatójának, hogy itt voltak velünk. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt már a beszóló. Hadobás Bernadett szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Lampi Ágnest hallották.